Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 12 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello, jó reggel. Drága hallgató, ez mindenkinek szól, aki velünk együtt kezdi a hétfőt. Mert hogy elindulunk, ugye? Szépen lassan. Hétfő reggel, hűvös van, csalók a dolog, mert hogy tipikus tavasz lesz, vagy alakul ez a... Ez a nappal már nagyon jó, de reggel még nagyon hideg, -3, -2, szóval, hogy még azért annyira nem. Nem szerethető a reggel. Hát ígértek -8-at, meg igen, napközben +15-öt. Az meg volt tegnap. Azért az 23 fok különbség, csak mondom, igen, nagyon kemény. A beton az reped, meg kátyusodik ilyenkor ugye a legnagyobb hőingadozásban, de jön a jó idő tényleg. Hát gyerekek, milyen hétvége volt? Mi gyönyörű volt ez az időjárás? Volt. Hát ez köszönöm. Egyszerűen mit, hihetetlen volt. Mit csináltatok? Voltatok szabadban? Bicikliztetek? Én mindent csináltam. Oh, hogy pörögtél ebben a jó időben? Figyeljetek, hát valami nagyon csodálatos hétvége van át a mögött. Pénteken elköszöntük egymástól, valószínűleg a távozásotok, a hiányotok előhozott egy régi kis problémát az egyik nagyrágomban, aminek következtében bejött egy jó kis fogfájás, és egész hétvégén fájt a fogal. Istenem, köszönöm! És ma, ha nem rendel a doktornőm, akkor még holnap is így lesz, de ma rendelni fog, mert ő szeret engem. Mi ugye van, ilyenkor nincs felírva a fájdalomcsillapító? Akkor mi van? Nem lemész az ügyelet, és iratsz magadnak, nem? Hát, hogyha írnak, mert ott írnak, nem biztos, hogy írni fognak, ugye nem kaphatsz most már recept nélkül, csak ezeket az átlagos ilyen fejfájás csillapítókat, tehát rendes dózisúd nincs, ha nincs meg a fogorvosnőd, aki elmegy nyilván pihenni. Akkor ügyelet, hát fájdalomcsillapító, és a jó kis Donalgin, vagy valami az segít. Ah. Igen, az volt? Ja, nem, ez nem? A hagyományos. Hagyományos? Nem akartam magam túl nyomni fájdalomcsillapítóra, úgyhogy próbáltam meg ilyen félinyitott szem, mindenki kicsit ilyen... időt mosolya az arcom, kemény, a félinyitott szájjal. Borzalmas az volt. Borzalmas volt. Ez egyik oldalon tudtam csak rágni, és pont Annának ecseteltem itt, amikor még megszólalás előtt, hogy amikor megfeledkezel róla, hogy egyébként hideg vízzel szoktad kiöblögetni a fogadat, az amúgy is ebben az esetben nagyon kellemetlen fogmosás után, és tudod így... És még jobban. És így megmarkolod így a idének a csapnak a szélét, és így Istenem, miért? Egyre rosszabb nem lehetek. Kevesebb rossz fájdalom van. Az egyik leggyilkosabb, amikor az idegig hatol, és tudod már, hogy gyökérkezelni kéne a fogat, és ilyen érzed, hogy így az idegig megy, könnyezik a szemed, és nem is nagyon tudsz vele mit csinálni. És csak a pépes, bármilyen pici kis keményebb dologra ráharapsz, abban a pillanatban véged van, úgyhogy mondom, mint a megváltott, úgy várom. Szegfűszeget tettél rá? A segít? Szegfűszeget, azt sokat tettem, kömény magot is, és némi bazsalik. Nagyon jó a szegfűszeg, rá kell, csak nagyon erősen kell ráharapni. Ez az egyik, a másik meg a pálinkás öblögetés, ezt szokták ajánlani. Nem, egy régi derékszíjra haraptam rá. És nem akartál menni ilyen fogorvosi ügyelet? Van ilyen hétvégi ügyelet is. Megmondom, csak húznak, vagy ez a régi rendszer? Szerintem ugyanaz van. Nincs nekem annyi fogam, hogy így ilyen bőkezően bánjak vele, tehát hogy nem akarom kihúzatni egyrészt. Másrészt, mert nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nálam ez egy ilyen bizalmi dolog. Tehát, hogy én találtam magamnak egy nagyon jó fogorvosnőt, aki hát bárki ne tukáljon a számba, nekem se. Pontosan azért így van. Igen. Pontosan így van. Én ő benne nagyon hiszek, eddig mindig nagyon-nagyon jól. Most fog majd kiderülni, két hétig Szabin van. De szimpatikus. Azt már reggel fogod megtudni, hogy elnézést, nem praktizál már a doktornő. Az a baj, hogy szabadságra. Az a baj, hogy illetve most nagyon félek egyébként. Figyelj. De hát, hogy most én nem akarom ezt a hetet meg végigcsinálni, még nem akarok máshoz sem menni. Én őt szeretem, ő tényleg nagyon ügyeskező, nagyon kedves, nagyon helyes, empatikus. Az hogy van egyébként? Az egész család hozzájár, nem akarok máshoz. Az menni. Hogy van, hogyha ügyeletet tartasz, akkor ott csak húzol? Tehát vannak dokik, akik arra szakvizsgáztak, hogy ők csak húznak? És te ügyeletben ott csak nincs húzol? Nincs kedve macerázni. Nincs kedve macerázni. Tehát ki fizetette, hogy tömjebbe vagy gyökérkezeljen, és hogy csak húz. De az valószínűleg ilyen esztékás csak húzás. Tehát, hogy, hogy nem... Bemész, jó napot kérlek, itt alul. Azt akartam mondani, hogy beszorult ide valami kis ételből. És azon a kis. A fogpuszkáló beletört kettő közé, nem kellett volna kihúzni. Hát akkor nem volt túl jó hétvégén, igazából. Figyelj, nem volt jó hétvégén. Nem, azt kell mondjam, hogy nem. És ráadásul, hogy tényleg legyen egy kis koktélcseresznyi annak a habnak a tetején, annak a gyönyörű tortaszeletnek, amit én ma megnyertem, illetve ezen a hétvégén megnyertem. Tehát amit a fogfájás okozott igen, maga. Egyszerűen csodálatos volt, jól érzed felé, igen. Erre akartam célozni, tegnap elrontottam egy gyomromat. Aminek következtében
Tegnapról már a viradóra kb. 6-szor térdeltem le imához. De még közborotva volt a feneked, vagy a legkisebb. Nem. Hánytál? Igen, így van. A ravaszdival találkoztam többször is. És beleásítottál a fajancba? Beleásítottam, beletátogtam, visszatátogott, és hát ennek következtében nagyon jó volt. Tehát az éjszakám is, hiszen gyakorlatilag óránként kellett kimennem a WC-re. De ezt tudod, miért jó, mert amíg rókázol, addig nem érzed a fogfájást. Figyelj! Azzal vagy elfoglalva, hogy beletalálj. Viszont a hidegkőtől ízületes lett a tér, de... Igen. Vigaszoljon a tudat, hogy az erdőben bringáztam a gyerekkel, olasz étteremben voltunk egy baráti társasággal vasárnap. És én meg gondoltam, hogy meglátok ki veletek, ma bejövök, de most megmondtam. Meglátogattuk Budapest egyik legjobb cukrászdáját, ami tényleg jó volt, játszóházban mellett a gyerekek. Ott játszottak egy két és fél órát, ittem egy jó kapucsinont, ettem egy jó süteményt, délután elmentem tegnap, sportoltam egyet. Este még kicsit megnéztük a kedvenc sorozatunkat Vikivel, úgyhogy nekem se volt jó, hidd el. Hidd el, hogy az én hétvégém se volt jó egyébként. Kaptam egy nekem is könnyen. Úristen, egy defektet kapott, defektet hallottam a nagy bringámmal, a bringázás közben, akkor megcsináltattuk a gyerekkel. Péntek este a barátaimmal a rudasba ültem éjféltől fél háromig. Ha tudom, hogy neked ilyen rossz, akkor, hogy felzárkozok, még elnyomok pár égő cigarettek siket a mellkasomon, hogy felzárkozok. Szóval hidd el, az enyém se volt teljesen kerek, előtte egy japán étteremben mulattam az időt. Ráadásul 11 órakor átmentünk a rudasba, és ott ültem fél háromig a meleg vízben, szaunáztam éjjel kettőkor, gőzben voltunk, és a termában áztattuk magunkat. Szóval ide, hogy én abszolút együtt érzek veled, mert nekem is elcseszett egy hétvégén. Csak senyvedett végig, hallod? Tényleg szörnyű egy hétvégén volt. Vasárnap kint a teraszon, vagy szombaton. De miért büntetett végén? Tehát gondolj arra, hogy ha a te hétvégéret átgondolod, hidd el, nekem se volt könnyű. Hidd el, nekem se volt annyira jó. Nem tudok nagyon mosolyogni. És végig gondolt rád. És végig azt gondoltam, hogy remélem nektek is ilyen jó. Remélem ez most nektek is ilyen kerek, de hogy hallom, igen. Ahogy hallom, igen. Így van, minden 10 pontos volt, tehát most mit mondjam. Tehát, gyerekek, hát az utolsó vasárnap volt, amikor még a államunk, tényleg, pártunk, kormányunk nem szól bele abba, hogy mi mit csináljunk. Kicsit aljas módon egyébként gyűlölöm ezt a vasárnapi zárvatartást már most. És még gondoltam arra, hogy mi most még el lehet menni szabadon. Szabadon, mindenféle kötelező megmondás nélkül oda megyek, ahova akarok. Ez jövő héten már nincs így. Tehát nem? Jövő héten vasárnaptól csörögni fognak a persejek, mindenki templomban. Így is van, templom kertben először, ugye ott fogsz sétálgatni. Ja, igen. Ott sétálgatsz, és ha akarsz, bemész. Tehát nem mész a misére. Így van, az szabadság érdekes, adott lesz ott is. Igen, az az érdekes, hogy azon a államok és azon kormányok, akik úgy döntöttek, hogy vasárnap bezárkozok, sorba jönnek vissza, és újra nyitnak ki. Rengeteg európai országban újra azt mondják, hogy hülyeség volt, tévedtünk, fél év gazdaságot adott kint. Mi most még megyünk bele ebbe a vasárnapi zárvatartásba. Akkor a marhaságot már rég hallottam. Osztrákoknál pont most a Bécs úgy belvárosában. Már nyitnak vasárnap, mert hogy ott a turiszt. Tudod? Aha. Ráadásul ugye a legélhető város, mindenki imádja, mennek, kirándulnak az emberek, megnézik a Mária Hírfest, és nem tudnak vásárolni. Hát meg a vásárlásból van, forgalom a forgalomból van, kereskedelem a kereskedelemből van, növekedés, hát ezt nem is értem egyébként, hogy vasárnap nem tudok majd elmenni. Jó, de akkor vagyok a családommal, amikor akarok, ha vasárnap vásárolni akarok, vagyok, nem? Tehát, hogy nekem nem mondja meg senki, hogy mikor vagyok a családommal, meg mikor megyek vásárolni, mikor plázázhatok, amikor akarok. Figyeljetek, nem? Hát most éjszaka nem, nyilván, de ekkora hülyeséget. Mert ha a családoddal akarsz lenni, akkor nem mész el vásárolni, nem? Majd akkor elmegyek szombaton, az jobb. Igen, de az hát jobb. Én úgy csinálom egyébként, de szerintem ez egy tök egyszerű dolog, hogyha én most nem vásárolni akarok, hanem a családommal lenni, akkor én megadom magamnak a lehetőséget, tehát a családommal maradok, és nem megyek el vásárolni. Igen, ha vásárolni akarsz, akkor meg elmegy vásárolni. Akkor meg elmegyek oda. Ne adj Isten, a vásárlással akarsz a családoddal lenni, akkor is elmehettél eddig, nem beszélve azokról, akiknek mondjuk nincs családjuk. Hát, hogy azért nem csak arról van szó, hogy azért ne menjünk vasárnap, mert legyen mindenki a családjával. Hát azért sok az egyedülálló, sok a szingli, sok az a képen vasárnap az egyetlen szabadnapja, és nincs családja, nem? Tehát azért nem csak családos emberek élnek ebben, a 4 gyerekes, 6 gyerekes családok élnek ebben az országban. Tehát csinálunk, van, egyedül vannak. Hát csinálunk egy rovatot, a vasárnapi ilyen társkeresőt, hogy családokhoz lehet szingliknek csatlakozni. Vagy együtt tudjanak sétálni a templomkertbe, érted? Na? És akkor nem tud a szingli unatkozni, mert akkor elmegy, elkísér mondjuk benneteket. Tényleg, hát velünk ne jöjjön senki, de hát hogy veletek azért mehet.
Szóval igen, na úgyhogy kihasználtátok? Voltatok még gyorsan? Elmentek Tetyóba, Okramba, Bözsőbe. Biztos gyorsan bevásároltatok. Bevásároltatok? Jövő héten elhalunk, gyerekek, itt szombaton, itt ember-embernek farkasra lesz az utolsó kenyérért, úgy fognak oda nyúlni az emberek, hogy itt megölik majd egymást. Az utolsó vasárnap volt, amikor szabadon lehetett plázázni. Te nem voltál akkor ezek szerint. Nem voltam, de van egy nap most, vagy lesz a jövőtől tényleg egy olyan nap, amikor majd hivatalosan is leszokom arra, hogy ne vegyek nekik semmit. Tehát már tudom, hogy mire hivatkozni, gyerekek. Hát én vasárnap szoktam meg, most nem lehet ez. Most a kisbolt nyitva lehet, nem? 200 négyzetméter alatt? Folyamatosan változnak még mindig a jogszabályok, igen. De a 200 négyzetméter, igen, ha egyéni vállalkozó vagy, akkor eddig úgy volt, hogy igen, de már az se. Ha közben tulaj vagy, akkor az még igen, de ez napról napra változik egyébként. Itt figyelik ugye, hogy különböző kiskereskedők hogy próbálják kijátszani az éppen vasárnapi nyitvatartást, házhozszállítás, mozgóárusok, szirénázó autó hétvégén fagyival, nem tudom. És ahhoz képest most még mindig alakítgatnak, úgyhogy nem tudom most mi. Bizonyos négyzetméter alatt igen, ha a tulaj áll a boltba, akkor igen. Tehát ilyen engedmények vannak. És tulajdonként, ha nincs például kereskedelmi végzettséged, attól még te kinyithatsz? Kell hozzá? Vagy hát hogy van egy trafikod, amiben te vagy a tulajdonos, akkor persze, hát a trafikusoknak se kellett mondjuk kereskedelmi végzettség, és attól te még kinyithatsz. Aha. Ha te vagy a boltnak, vagy az étteremnek, vagy amit tudom én, a kis vásárlóegységnek a tulajdonos. Aha, de ezeket én nem követem, mivel rám nincsen boltom, de hogy vannak különböző engedmények. Aha. Négyzetméter engedmények plusz, igen, ha ki a tulaj. Hol értél fel, Vig Feri, hol számít a szakirányú végzettség? Mondjuk ez is az. Titi maradhatod, nem? Éttermeket még nem piszkálják, persze, hát még nem furi lenne. Még nem, azokat még nem piszkálják. Igen. Mi van a mozival, gyerekek? A automat most mi lett? Plázák maradhatnak, mozi, csak minden zárva lesz, de moziba tudunk menni. Mozi meg étterem nyitva lehet, és lehet menni plázázni, csak nem tudsz boltba menni. Tehát vásárolni nem tudsz. Bár az is érdekes, hogy mondjuk a plázán belül a bolt, az 200 négyzetméter alatt van. Igen, csak ugye maga a plázát egyben nézik, ahogy a plázastopnál is azt igen. Nézik, hogy x négyzetméter fölött nem építhetsz, csak úgy plázát. És hogyha mondjuk ennyi ott a bolt, jelen megvenni nem veheted, csak bérelheted. Aha, akkor az már megint. Nem tudom, érdekesen egyszer azokat megkérdezni, akik a kereskedelemben dolgoznak kvázi, mert ugye ez a dolog nem csak arról szól, hogy minket megóvjanak attól, hogy mi nem menjünk, hanem azokat is megóvják, akiknek vasárnap be kellett menni. Igen. Ugye? Tehát ez erről is szól, hogy vasárnap ne kelljen dolgoznod. Na de hogy megóvják őket a bérpótlásban. Igen, hogy csökken-e a fizetése, ha igen. Mennyivel elbocsátják-e, ha igen, hány embert, mert mondjuk vasárnap már nem kellenek emberek a gyár-e elbocsátással, tehát ez is érdemes lenne egyszer ezt megvizsgálni, nem? De valójában tudsz bevásárolni, tehát ugye azért mondtuk a mozit, csak akkor legfeljebb limitált mennyiségben, meg darabszámban tudsz venni dolgokat, veszel, mit tudom, 5-6 liter pattogatott kukoricát, érted, 6 liter kólát dobozba. Mondjuk egyébként engem csak az elv zavar inkább, hogy ilyen szinten szólnak bele a hétköznapi ember életébe. Én sose jártam vasárnap plázába, én nem szeretek hétvégén hiperekbe menni, mert nagyon sokan vannak, én imádok mondjuk kedden délelőtt elmenni, mert az ember munkája olyan. Nem, inkább maga tényleg az elv, hogy neked ilyen szinten mondják meg, hogy te hova mehetsz, hova nem mehetsz. Hát a hétköznapi ember szeret élni úgy az életét, ahogy szereti, vannak politikusok, a döntések, nem mindig kell, hogy azért ez ennyire egybefolyjon, nem? Hogy ennyire lejöjjön a politika a hétköznapi élet szintjére, hogy neked már azt is megmondják, hogy mikor ide, mikor oda. De inkább ezzel nem értek egyet, sosem mentem vasárnap, ha csak nem kellett valamit, akkor is ilyen nap ügyelet, vagy valami. Hiperekben nem megyek, se plázákban. Mennyien vannak hét? Mindig hétvégén van a tömeg, tele van. Telt ház. Itt tehát, most a tényleg a döntés az mire vonatkozott, vagy kiket akar segíteni? Azokat, akik vasárnap munkát vállalnak, leginkább azoknak, hogy aha, ne kelljen bemened vasárnap dolgozni. Aha. Meg kell, hogy a családok legyenek együtt az jó. Hát igen, csak ez egy kényszerű munkavállalás, egyszerűen szükség van arra a pénzre, amit így vasárnap mondjuk adott esetben pluszban megkapnak a plusz. Igen, tehát nem keresek annyit, hogy hat napból kijöjjenek. Tehát ez nem arról szólt, igen, hogy most de jó, nekem otthon maradhatok, inkább bemegyek, mert megkeresem azt, így van, amit te mondasz, hogy akkor inkább hét napi pénzt keresek. Arról nem beszélve, hogy ugye ez a tulajdonosnak egy nap, illetve nem egy nap, mert ugye minimum 4 nap egy hónapban, ami kiesik a forgalomból, kevesebb lesz a bevétel, igen, havi, éves szinten egyáltalán. Nehogy aztán ennek az legyen a következménye, hogy akkor embereket kell elbocsátani. Igen, elbocsátás, hányan keresnek kevesebbet, hányan mondják azt, hogy óvasább nem kell jönni, 10 000-re, 20 000-re, 30 000-re kevesebb. Tehát és hány ember mondaná azt, hogy valójában bemegyek-e inkább vasárnap dolgozni, vagy inkább keresek kevesebbet? Szerintem 10-ből 8 azt mondja, hogy inkább bemegyek. És örülök, hogy van munkám, mert szükségem van arra plusz 20-30 000-re. Nem keresek olyan jól, hogy megengedhessem magamnak, hogy akkor igazam legyen, én otthon maradok vasárnap, mert megteltem, vagy mert azt mondják, hogy tegyem meg, nem? Inkább bemegyek, mert szükségem van arra 20-30 ezer forintra. Igen, hogy ilyen olyan döntés tehát, nincs, hogy dolgozzon az, aki akar. Érted? Tehát, hogy azt mondod, hogy
tartsatok nyitva vasárnap, a családosok maradjanak otthon. De ne legyen hátrányod, ha nem vállalod. Így van, ha van öt jelentkező, van, aki megcsinálja vasárnapi műszakot, akkor tarts nyitva, fizes meg őket, legyen vasárnapi borotlék, de ha a családos anyuka, aki a boltban dolgozik, azt mondja, ne haragudjatok, én nem, akkor abban viszont ne legyen elbocsátás, hogy kirúgás. Igen, hát vannak humánusabb megoldások. Igen. Na jó van, viszont ne komolykodjunk, gyerekek, hát hétfő van, milyen volt a hétvége, te még nem mondtál semmit. Gyerekek, figyeljetek. Jani vonalán mentél inkább, vagy az enyém, nem? Nem, csinálok semmit. Én a kettő között voltam. Kettő között félig jó, félig rossz. Életem legnagyobb színpadi programját tekintettem meg. Obáczalókon voltam egy ilyen böllér fesztiválon, versenyen, amikor 60 az Abászalok és Metropolitem. Fél, tudod, milyen jó volt? 60 és 80 év közötti mamik jöttek föl. Az első táncszám, azt még körülbelül túléltük, mert az egy ilyen spanyol. De aztán jött a kánkán. És igen. Ne mondd már! Gyerekek, sírt a közönség, sírt, én üvöltöttem a gyönyörtől, ugyanis nem tudtam eldönteni, első körben mindenki azt mondta, hogy ez egy kicsit Ukrin Benedek szindróma, Isten nyugosztalja szegényt, hogy nem tudod eldönteni, hogy ez most akkor ciki vagy nem, de utána a következő konfnál rájöttem, hogy ők tudják, hogy mit akarnak, ők bátrak, ők velünk vannak, és azt mondják, hogy mindenki mutassa meg azt, ami van, ugyanis azt mondta, eddig csodálkoztatok, kedves közönség, akkor most le fog esni az állatok, és tényleg, ugyanis a hosszú szoknyát, amiben a kánkánt járják, azt levették a mamák, és alatta egy nagyon gyönyörű, ilyen, hát majdnem combfixbe hajazó kis sztoriban nyomták a 70 éves nénik, és sírt a közönség a röhögéstől. Annyira jó volt, hogy merték vállalni magukat, érted? Hogy azt mondták, hogy gyerekek, mi ezt szeretjük, jól érezzük magunkat. Térdeltünk a röhögéstől, és gyakorlatilag ugyanez a tánc ment végig, hát a kánkán vonalán, de mindent megmutattak a végén a közönség felé, a fenekek, amit el tudsz képzelni. Annyira jó volt látni, igen, képzeld el, még az is volt benne, annyira jó volt látni, hogy valakik azt mondják 60 évesen, hogy én fölmegyek a színpadra, és csinálok egy ilyet, mert eszembe jutott mondjuk az én anyám, aki ugye 70 fölött van, hogy a mamát nehezen lehetne ilyesmire rávenni. Ők meg azt mondják, hogy gyerekek, jól érezzük magunkat, akinek. De mondták, hogy most 5 percig szabad a színpad, berakjuk a kánkát, és akkor hárman fölmentek, hogy ez ők egy produkció voltak. Hosszú éve készülnek erre, és hát besírtál, annyira jó volt. Jó volt a buli, és a közönséget volt érdemes figyelni közben, mert ez volt benne, hogy na ez most nem komoly, ugye? Tehát ugye nem tetszik felhúzni a szoknyát. De igen, és annyira jó volt látni, mondom, ezt a fajta beleérzést, hogy nem érdekel semmi, megcsinálom, amiért jöttem, nagyon-nagyon jó volt. Úgyhogy ez a jövőképünket láttam magam előtt, ahogy Jani a habutogató seggemet a színpadon, az abászalókiamnak. Inkább levágom a bal lábam. Hát, hogy nem, hogy kis az idén. Jó, mert úgy mindig megvan a spárga. Gyerekek, és Bali és spárga egy lábba. Megtámaszkodom az egyik bankon, és földobom oldalra a lábam. Az jó, igen, ez jó. Hát, hogy mi vajon, hogy fogjuk majd élni az életünket, azon gondoltam, hogy visszavonultan csendesen, vagy pedig egy nyugdíjas körre járjuk majd az országot. Én tudom, te úgy, hogy kánkározol, mi visszavonultan csendesen. Tehát habitusunkban megfelelően te a kánkános vagy, mi meg valahol visszavonultan. Igen, igen. Kevés emberrel magunk körül. Így, igen. Na, nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink, akik korán kelnek, azt mondja, hogy templomban nyitok boltok. Bolt a tulaj az Isten, én a gyermeke, vasárnap is nyitva lehetek, írja valaki. Pont a pénztárnál fizettünk, és a közvetítőben, amikor kiszámolta az egyik alkalmazott, rájött, hogy 26 ezerrel fog kevesebbet keresni. Írja egy hallgató. Minden pláza este 21-22 óráig lesz nyitva, ugyan vasárnap együtt lesz a család, de este nem. Ugyanott vagyunk, mint ahol a Parcakad Éva küldte ezt nekünk. Azt mondja, hogy a hétfői friss kenyeret vasárnap este sütötték, most csak kedden lesz friss kenyér, kérdezi Massa, nagyon szép meglátás egyébként. Jogos, igen. Aztán azt mondja, hogy valamit nem lehet beolvasni, igen, miért nem a kocsmákat zárják be, ami a több család hullik szét, írja nekünk egy hallgató. Nézem még, hogy milyen SMS-ek vannak. Azt mondja, hogy köszöntsétek a vasutasokat, ma kapnak fizetést, ha nem késik. Írja. Ha nem a MÁV hozza. Bali tévedsz, jövő hét vasárnap alapból zárva lennének, mert ünnep van. Buszsofőr küldte nekünk. Így van. Egyébként 15. 15. Uh-huh. 15, igen. Elvettek egy szabad napot tőlünk a naptárkészítők. Vasárnap lesz. Bizony. Bizonyám. Így van. Nem jók vagyunk most egyébként. A hét, ezek a... Uh-huh. Kicsit elszantyolatunk. Hát egy hosszú idő. De jó lett volna, hosszú idő. Na most már mindegy. Az nem lesz, az most nem lesz, igen. Igen. Eddig csíptem a márciusi ifjakat, de ezek után.
azt mondja, hogy politizálunk, kérdezi valaki. Gyerekek, ezt ne keverjétek össze azzal. Tehát a bolond az, aki azt gondolja. Erre reagáljunk fél mondatban. Tehát az, ami veletek történik, az, ami velünk történik, ezt hívjuk mi közéletnek. Ez nem politika. A politikusok hozzák a döntéseket a közélettel kapcsolatban, de az, hogy te el tudsz menni hétvégén bevásárolni, hogy én el tudok-e menni, hogy ti el tudtok-e menni, vagy mi el tudunk-e menni, ez benneteket is érint, bennünket is érint, az utca emberét, a mi hallgatóinkat. Mi olyan dolgokkal foglalkozunk, ami közélet. Az, hogy vasárnap az ember mit csinál, vagy jövő héten örülsz-e, hogy neked már nem kell bemenni dolgozni, be kell menni dolgozni, mész-e vasárnap, ez mind-mind közélet. Az, hogy közélettel foglalkozunk, az nem azt jelenti, hogy ez a műsor, ez politizálna. De foglalkozik közélettel, a hetedik osztályos kompetenciatesztel, a MÁV késéssel, és minden olyan dologgal, ami a hallgatóinkat érinti. Ezt nem szabad összemosni azzal, hogy mi politizálnánk, mert hogy sosem tettük. Nem? Marhára nem. Marhára nem. Viszont ezek olyan közéleti dolgok, ami bennünket is érint, titeket is, erről mi kell, hogy beszéljünk. Meg azt gondolom, hogy a hallgatóink is elvárják tőlünk, hogy ami velük történik, az bennünket is érzékenyen érintsen. Ha kell dolgozniuk vasárnap, ha nem kell dolgozni, hát erről szól ez a műsor. Sok-sok vidámság, hát ez a de hét közben... napból egyet érint mindenkinek az életében, gyerekek. Hát azért akárhogy hogy nézzük, vásárlóként, dolgozóként, tulajdonosként, bárhogy, de valahogy érint mindenkit a vasárnapi zárvatartás. Hogyne, és mivel nektek csináljuk a műsort, így arra vagyok kíváncsi, hogy ti mit gondoltok bármilyen közéleti témáról, ami a ti életeteket, a kereseteteket, a családotokat ugyanúgy érinti, ahogy egyébként nyilván a mi hétvégénket is. Úgyhogy ez semmiféleképpen nem politika, szerintem ezt nem is szabadna összekeverni, de örülök, hogy egy hallgató rákérdezett, mert ezt mindig szívesen elmondom, hogy nem politizálunk, viszont közéleti dolgokkal szívesen foglalkozunk, meg azt gondoljuk, hogy kell is. Na, mennyire nyertük a múlt hetet? Hány 4-1 lett? 4-1 lett. Igen, 4-1 lett. Na jó. Volt egy szép időzés pénteken. Induljunk most úgy, hogy 3-0 oda? Vagy mit csináljunk? Legyen szerintem 4-0. Abból nehéz kijönni. Legyen 4-0 oda. Mit csináljunk, gyerekek? Hát most tényleg nem arcoskodunk, de azért picit megtegyünk. 8 nyert hét, 9 nyert hét. 8 nyert hét és egy döntetlen, mert ugye volt egy napunk, amikor elúszott egy játék. Jó, oké, 3-0 oda, jó? Na, jöjjön az egyet. Tényleg, hát most... Megvillantam a tegyesen. De az mondjuk, várjál, de tök jó a 3-0. A 3-0 tök belelőttem. Az tök jó, mert hogyha 4-et nyerünk, igen, akkor az 4-3 lesz, és akkor még az utolsó napon ők fölhozhatják 4-4-re. Viszont ha nyernek egyet, akkor már akkor még mindig akkor megnyerhetjük 4-4-re. Csak nem baj, ha összeadod mondjuk a két számot, és akkor tudod, hogy kijön a turpisság ugye a dologban, a pici kis ellentmondás. De most... nem, hát most nem lesz olyan eredmény, aminek a végeredménye 5 pont, hanem aha, olyan lesz, aminek 8 lesz a végeredménye. Igen, én most csak azt mondom, hogy 3-0, oda nézzük meg, mi lesz a hétvégén. Kezdjünk így, jó, nem? Jó, szerdán lehet, hogy 3-3, és tök izgalmas az egész. De még csütörtökön is lehet 4-3 oda. Például. Csináljuk azt, hogy megvárjuk az első játékot, és ezt utána jó, mondjuk, utána jó? Utána eldöntjük, jó. Drága hallgatók, tessék komolyan venni az arcoskodást, mert hogy picit szeretnénk benneteket hergelni ezzel, csak az jelentkezzen, aki nagyon jól játszik. Jó, nem utána morogni, hogy miért megint ilyen játékost választottunk. Mi állunk elébe, tessék arcoskodni, kihívni bennünket fekete-fehér igennemre. Mi pedig jövünk Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra itt is vagyunk. Ákos után, és gyerekek, ennyi arcoskodó SMS már régen volt. Úgy látszik, mindenki kipihente magát hétvégén. És hát kapunk rendesen. Azt mondja, hogy ha nagy verésre számítatok, hívjatok engem, egyet nincs ellenfelem. Régóta szeretek játszani, ma nagyon érzem, stresszes helyzetben van, kicsi beszédhibám, de ma vinném a napot, írja nekünk valaki. Aztán azt mondja, hogy arcoskodó kedvemben vagyok, szívesen megmutatnám, mit tudok, írja egy hallgató. Köszönjük szépen. Jelentkezném játékra, letörném a szarvatokat, úgy elpopsizlak benneteket, hogy az anyátok se ismer. Na, hú, gyerekek, nagyon bátor. Nagyon-nagyon kapjuk, de hát nem is baj. Ezt kértük a hallgatóktól, nem, hogy arcoskodjanak nyugodtan. Ha meg is nézzük akkor, hogy ki a játékosunk, mert hogy Anna kiválasztott valakit, aki már itt is van. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Hello, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello, ciao. Hello. Mit írtál nekünk? Még nem vagyok üzenőfalon, nem láttam. Hogy puhányok vagytok, és persze 8 nyert hét ide vagy oda, de ma veszteni fogtok, és eljön az hallgatók ideje. Aj, de jó! Hát rátok fér, figyelj, rátok fér, mert tényleg kapaszkodnotok kell. Hogy hívna? Krisztián. Hello, Krisztián, honnan hívtál minket?
Budapest. Budapestről. Már munkában vagy még otthon? Á, itthon még. Reggelit készítek. Na, mi a reggeli? Vitamin paprikás, frikádós honkás, sajtos bogett. Hogy meg tudunk élni? A mindenségítnek is, magadnak, vagy a párodnak, vagy a gyereknek esetleg? Is, meg a kollégámnak, mert múlt héten beteg voltam, gondoltam, meglepem egy. De rendes, hogy engem olyan régóta, vagy régen leptek már meg a kollégám egy kis frikádóval. De minden reggel megleplek, csak beleűzés nem látom. És ott van egész nap a fenekedem. Illetve van egy kicsi a kávédba is, amikor kimész. Most nézem, tényleg tiszta frikádó az ülepem. Ide nyugi, meg de annyi frikádót ettél te már meg a kávédba, hogy itt áll meg, amit nem tudsz. Itt olyan nincs, akkor egy kis frikádó neki. Aj, Krisztián, és beteg voltál, vagy miért nem voltál? Igen, múlt héten beteg voltam, torokgyulladásom volt. Torokgyulladás, ez nem szép. Mit dolgozol? Tréner vagyok az egyik mobilcégnél. Tréner mobilcégnél, hogy legyenek az eladók még hatásosabbak, és adjanak el több mobiltelefont, vagy kiket tréningezel? Értékesítők, nem eladók, de... szép volt, az értékesítők. Én kérek elnézést, az amatőr kérdés. Őket tréningezed? Többek között igen. Uh-huh. És te hogy adnál el nekem egy telefon? Hm? Na most bemegyek, hogy kell egy telefon. Rá tudnál beszélni? Mivel megint össze van törve a telefon. Nem rábeszélnének, hanem felkelteném az igényedet, és nem egy olyan készülékre, amit használsz tudtommal, hanem egy jobbra. Egy igazi telefonra. Egy Alcatel Vantage Easy-re például? Többek között van. Emlékeztek? Alcatel Vantage Easy. Úristen, mi kell mentünk keresztül, mi idáig eljutottunk. Jól van, Krisztián, kivel szeretnél játszani? Arra gondoltam, hogy a Feri lenne a szuper mai. Legyen ő? Legyen. Ő a kiválasztott. Van oka, hogy miért ő, vagy csak úgy gondolkoztál, és azt gondoltad, hogy Ferivel indítanál ezt? Ő kemény ellenfél, igen. Úgy gondolom. Meg ő ért hármunk közül a legjobban a frikádó. Az biztos. Na jól van, esetek akkor egymásnak, jó? Krisztián, legyél ügyes, ha már ennyire durván arcoskodtál, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Jani? Tirito Malfire! Krisztián, vannak jó... akarsz kérdezni? Feri, igen, úgy gondolom. Akkor itt a vége, köszönjük szépen, arcoskám. Köszönjük az igen, úgy gondolom. Nagyon jó voltál, Krisztián. Isten ilyen profi nyomtat, haver. Ugyanúgy nyomod, mint ahol. Köszönöm szépen. Elkezdtük már? Igen, hát eléggé. Igen, volt egy 3-2-1 tessék, és megkérdezte Feri, hogy akarsz kérdezni, és erre te abban a pillanatban azt mondod, igen, szeretnék, vagy igen, akarok, be is durrantottál egy akkora igent, hogy a fejem lesz. Igen, úgy gondolnám. Teszem hozzá, őszintén nem is hallottam. Ó, de hát az van úgy, hogy elszalad melletted úgy, a dolog. Krisztián, köszönjük szépen. Jó ez a telefon nekünk, ami most. Nem lesz Alcatel Vantage Easy. Mi történt? Nem vetted? Észre se vetted szerintem, nem? Észre se vetted, hogy elkezdtük, mert annyira beszéltetek, hogy nekem egybe folyt a kettő, de oké, elfogadom, persze. Krisztián, volt visszaszámlálás, volt szignál, a doppergés, én elkezdtem a mondatot, aztán megkérdeztem, hogy akarsz-e kérdezni. Igen, okay. Mindig van egy ilyen Jani, 3-2-1 fire, és ez most is elhangzott. Igen, mindig szólok a Janinak, Jani erre visszaszámol, és a visszaszámolás után azonnal indul a játék, de vigasztaljon a tudat, hogy egy 2-2,5 másodpercig játékban voltál. Tehát lehetett volna sokkal rosszabb is. Persze. Mondjuk ott, hogy rohadék vagyok, nem kell ebbe egy vele nyugodni. Nem, figyelj, megérdemlem. Ti az arcoskodó SMS-ed után ez így nekünk mindig sokkal szebb. Ez mindig sokkal szebb, mikor valaki ennyire durvát ír, hogy mennyire elver bennünket, és hívjuk, ha merjük. Figyelj, valamikor játszunk egy visszavágót, jó? Mindenképp. Ne éld meg kudarcnak. Abszolút nem. Fejlesztendő terület. Az volt, de ne éld meg annak. Jó? Hallod, milyen okos? Fejlesztendő terület. Nem kudarc, fejlesztendő terület. Jó. Igazi profi. Na, hát akkor jó étvágyat a Pritamin paprikához. És a frikádóhoz. És a frikádóhoz. Ciao, Robertihez. Ciao. Gyerekek, azért arcoskodásért mi sem megyünk át a szomszéd. Nem? Jó, nem mi kezdtük. Bocsi, azért... Csúnya dolgok hangzottak el ebben az SMS-ben, amit Krisztián írt. Mi tűrjük, úgyhogy a játékosnak is tűrni kell. De volt visszaszámolás, visszaszámoltál, nem? Minden ugye? Volt, persze. Elindult a zene, Feri elkezdett beszélni, és még a ugye vissza is kérdezett utána, miután elkezdte saját mondokat, hogy akarsz te kérdezni? Igen, úgy gondolnám, hogy... Igen, tényleg ez volt, ha valaki nem hiszi, járjon utána. Na! Aha! Ja! Nyomjunk már ilyeneket egészen. Hiszi a piszi, aki elhiszi. Iniko, mani, nuko. Na, jövünk vissza hírek után, és
egy hírt láttunk hétvégén, miszerint bedrogozták az X-faktor győztesét, Danics Dórát. Ugye egyre többször hallani ma már, hogyha elmennek a gyerekeink, a ti gyerekeitek diszkóba, akkor vigyázzanak az italukra, ne fogadjanak el idegentől bontott alkoholt, ásványvizet, semmit, mert hogy vannak ezek az úgynevezett diszkó drogok, amivel elkábítják elsősorban a lányokat, és aztán kiszolgáltatott állapotba juttatva őket, ronda dolgokat művelnek velük. Állítólagosan ez történt Danics Dórával, az X-faktor győztesével, aki nyilatkozik nekünk, és elmondja, hogy mi történt azon az ominózus estén, amikor is majdnem elájult, nem emlékszik semmire, nem tudja, hogy hogy jutott haza, és hát szörnyű dolgokat élt meg, lebénult, nem tudott pozogni, úgyhogy hát egészet elképesztő az ő története, szeretnénk minden szülőnek is megmutatni, mert hogy sokan hallgatnak bennünket, akik a gyerekeiket elengedik szórakozni, hogy mire készítsék fel őket, talán nem mindenki tud az úgynevezett diszkodrogokról, dzsináról, stb., hogy milyen veszélynek vannak kitéve a fiatalok. Megdöbbentő egyébként. De hogy egy ásványvizet nem tudsz nyugodtan meginni. Már nem. Szóval ez valami döbbenet, tényleg. Igen. Úgyhogy Dórával beszélgetünk majd a hírek után, és várjuk azon hallgatóink SMS-eit, akár szülő, akár gyerek, akik eljutottak már buliba, próbáltak-e nekik esetleg kábítószert eladni, jártak-e hasonlóan, mint Dóra, dobtak-e az italukba valamit, hasonló történeteket várunk, jó? Döbbenet, én elolvastam Dóra interjúját, hát elképesztő. Elképesztő a sztori, hogyha nincs ott valaki, aki segít neki, akkor egyszer nem tudja, hogy mi van vele. Hogy hol ébred, vagy hogy hova jut. De biztos, hogy szolgált tanulságokkal a történet, és akkor utána már tényleg nem jöhet senki azzal, hogy nem szóltunk, mert később bánatább gondolat. Így van. Úgyhogy Dórával folytatjuk mindjárt, jó? Őt hívjuk Ákos hírei után, 2 perc múlva pontosan, 7 óra. 7 óra múlt pontosan, 9 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, kezdjük a hétfőt. Jó idő van, jó idő lesz. Gyerekek, holnap érjük el a csúcsot. Majd azt mondom, holnap érjük el a csöcsöt. Tényleg. Hát, aha, hajó felé megyünk. Addig azért nem várnék. Minek várni holnapig, ha ma is elérhetjük. Ugyanis holnap 13-15 fok, aztán szerdától csak, hogy ne ürüljünk, jön valami lehűlést, de gyerekek, ez már az, amikor a tavasz körbeszimatol bennünket, nem? Két éve ilyenkor már lassan készültünk átülni egy másik autóba, most megnéz meg 15 fokban. Aminek gyönyörű. Még lehet bőtje még mindig, de hát a szerencsénk ismerkedünk van. Egymással. A tavasz is te. Így van, szagolgatjuk egymást, ott állunk. Kérdés, hogy... Neked tavasz illatod, és nekem... Itt maradjak veled. Nem is olyan rossz. Én nagyon szeretem a tavaszt. Az egyik legjobb évszak, nem? Kezdesz kinyílni, kezd jó idő lenni, a hangulatod kezd jobb lenni egy kicsit. Kizöldül az erdő. Téli államból ébredsz, mindenki kevesebb ruha van, a gyereket nem kell 6 óráig öltöztetni az előszobában, sapka, sár, kesztyű, utálom én is. A kicsire ezt, a nagyra még azt, megfogod, kisgatya már kinn is van a teraszon, nem? Vagy az utcán. Szóval az úgy jó lenne, igen. Tegnap egész nap kemtrélezték Budapestet. Nem én mondom, nyugi, írja valaki. Aha. De egyetértesz. Természetesen egyetértek. Én is láttam szörnyű dolgokat. Szörnyű dolgokat művelnek velünk. Kevés a közlekedés hírű ma reggel, úgyhogy írjatok nekünk, mert egyelőre még szinte nem is nagyon kaptunk. Nem nagyon látom, hogy mi a helyzet az utakon. Lehet, hogy minden rendben van. Nem tudom, minden esetre kevés. Van viszont egy trafi a Fehérvár és a Galvani kereszteződésben kifelé. Valamint az M43-as 5-ös kilométerénél a pihenőben, Makó felé szintén. Mérnek. De a reakció idő, az elején. Nem, azt nem mondtam most. Csak azt, hogy hol. 354-es főút, Bocskai kert, elkerülöm Fehér Suzuki-ból. Ja, mérik az átmenő forgalmat. Miért, mit kell? A játék lényege, hogy amit előtted mondtak, azt már nem mondhatod. Tehát mindig szinonimát kell találni. De én akartam ezt előbb mondani. A Feri elmondta. Hagytam időt pedig. Na, ez egyelőre a közlekedés, úgyhogy nincs nagyon több. Itt a tavasz, igen, hát kapjuk a szépmondásokat. Persze, nyílik a óvirág. Igen, épp most készülök átülni egy másik autóba, veszem elő a kábriót. Ez milyen szép, igen. Hányan szorítanak most rá a kormányra. Na, egy hétvégi esettel foglalkozunk, mert hogy tegnap előtt a Bulvárlapok címlapon hoztak egy olyan eseményt, amitről azt gondoljuk, hogy egyre többször fordul elő hazai diszkókban. És ugye talán néhány szülő nem is tudja, hogy ez a jelenség ez van, nem tudja felkészíteni a gyerekét arra, hogy mire vigyázzon, ha elmegy szórakozni.
vagy mi mindig azt gondoljuk, hogy ha a gyerek vigyáz magára, akkor semmi baj nem érheti. Közben már vannak olyan idézőjeles külső támadások, amikor elég csak egy pillanatra félrenézni, és valaki mondjuk egy tinédzser lánytól rosszat akar, rossz gondolatai vannak, bandákba, szerveződbe akarják mondjuk őt úgy elvinni, hogy drogot csempésznek az ő italába. És ilyen esetekről hallunk, de ugye vannak közszereplők, akikkel ez sokszor megtörténik. Ez nyilatkozik, az nyilatkozik, nem tudja, hol ébredt, nem tudja, mi történt. Hát, hogy itt valójában az van, amit mondanak, hogy drogot csempésztek az italába. Nekem is volt régen egyszer egy ilyen, hogy nem tudtam, hogy hol ébredtem. Most már tudom, hogy azt kellett volna mondani otthon, hogy, hogy drogot csempésztek be, az italába. Tettek bele egy ilyet. Megsajlált volna az egész ország. Igen. Így megcsökörögött rajta. Fura, mert amikor az ember közszereplőnél olvassa, valahogy van egy hülye reflex, nem? Hogy nem azt gondolod, hogy valójában ez történt, hanem inkább azt gondolod, hogy fél beismerni, lefotózták, látták, könnyebb ezt mondani, ahelyett, hogy azt mondja, hogy bevettem valamit, kipróbáltam valamit. Mert így jól jössz ki belőle. Mert jól jössz ki belőle, de mondjuk, ha ezt egy X-faktor győzteset csinálja, aki ráadásul lány, nem gondolnám, hogy ott egyfajta tudatos kipróbálás volt, simán lehet, hogy őt is megpróbálták elkábítani, nem? Ami most már azért elég sűrűn előfordul hazai diszkókban. Hát egyre több ilyet hallunk. Én azon gondolkodtam, hogy az ok az a szexuális közeledés minden a esetben. Nem, abszolút így van. Ott igen, vagy mondjuk, ha férfival csinálják, akkor kirabolják? Vagy simán, simán. Ezért is van az, hogy szerintem ez alapvetően már nem csak a fiatalabb korúakat érinti. Tehát amikor azt mondjuk, hogy persze nagyon oda kell figyelni a gyerekeinkre is, hogy akkor elengedjük őket szórakozni, akkor minden információt tudjanak, odafigyeljenek együtt, legyenek együtt, mozogjanak, törődjenek egymással, stb. Ez nem csak rájuk vonatkozik, ez ránk is. Uh-huh. Ez ránk is. Tehát, hogy a felnőtteket ugyanígy elkapják, akár szexuálisokból kifolyólag, akár azért, hogy megszabadítsák őket a pénztárcájuktól. Tehát ez mindenkit érint, ez a probléma. Hát igen, én reflexből szorítom a piámat. Egyrészt pia iri vagyok, tehát nem szeretném valakit. Hát van bennem ez már azért így kialakult, hogy nem hagyom ott, hozom, ha letettem, elmentem a mosdóba, már nem iszom bele, tehát erre így azért próbálok figyelni, tudod. Jó, de neked ez egyszerű, mert csak egy pohár piáról van szó, de mit csinálj a Feri, ölelje magához azt a 30 nagyon, üveget? Nem, hát nagyon egyszerű meg, fogja a dolog. Fogja meg a villatásvödröt. Nem, nagyon egyszerű a dolog, tévúton jártok, tehát például fröccsöt úgy fogyasztunk, hogy rögtön palackkal kérjük ki és szóda. Érted, és ott bontják ki előtte, és akkor innentől kezdve már megvan. Meg hát ugye Feri már eleve úgy megy be a szórakozó helyre, mint egy cirkuszi medve, egy hordon. Én így, igen, valóban. Úgy megy a mosdóba is, hogy viszi a hordon. Illetve már tudják, hogyha engem kábít el, mit csinál ezzel a testtel? Hát hova viszi? Fordíts, meg hogy nem tudom. Érted, hogy viszi? Na, de a dolog komoly, úgyhogy felhívjuk Danics Dórát, megkérdezzük tőle, hogy mi történt, hát a tanulsággal szolgál az ő története, és el tudja mondani mindazoknak, akik mondjuk veszélyeztetve vannak, hogy mire figyeljenek, ha egyáltalán emlékszik, mert sokszor ugye ezen delikvensek alanyok nem is nagyon tudják, hogy pontosan hol volt filmszakadás, csak már arra emlékeznek, hogy otthon voltak. Ugye ezekben a diszkodrogokban mindig az a legveszélyesebb, hogy filmszakadást okoz, hogy nem tudsz mozogni, nem tudsz védekezni, kiszolgáltatott leszel, nem tudsz visszakeveredni ahhoz a társasághoz, ahonnan eljöttél, a társaság többi tagja nem biztos, hogy figyel rád, mert azt gondolják, hogy te csak elmentél mosdóba, onnantól kezdve áldozattá válhatsz, úgyhogy tényleg nem játék a dolog, és érdemes róla beszélni. Érdemes róla beszélni, mert sok szülő, sok gyereke megy el hétvégén szórakozni, talán úgy, hogy a szülők tényleg nem tudják, hogyha elmondják a gyereknek, hogy figyelj, ne igyál bele, vigyázzál, ne fogadj el egy piát ismeretlen srácoktól, jót akarnak, nem biztos mégse, hogy jót akarnak, csak annak tűnhet. Így meg, ami a tiéd, ne így próbálj valakivel ismerkedni, hogy beleiszol az italába, nem? Mert még sok szülő szerintem nem tudja, hogy vannak ezek a diszkodrogok. De az is kemény drogok. Egyébként, hogy te most csak azt mondod, hogy vigyázz az italodra már miután megkaptad, nehogy beledobjanak valamit, hogy állítólag olyan is van, hogy a személyzet is benne van a buliban, tehát te már úgy kapod meg a dolgot. Úgyhogy nekem az figyelj. Már kicsit ilyen összeesküvés elméletig, hogy van egy rosszat akaró kettő főből álló fiú csapat, aki mondjuk ártatlan lányokra vadásznak, lefizetik a személyzetet, hogy a személyzet hogy tegye bele az italodba. Bár van olyan, igen, és SMS-ekben is látom, amikor már a személyzettől kapod meg úgy a pesgőt, hogy mondjuk valami van a pohárnak az alján. Na, és akkor mi érdekel lenne a személyzetnek? Lefizeti őket ez a fiú banda, hogy téged kábítószerezzenek be, és akkor ők kapnak 5000 forintot lányonként? Hogy igen, itt valószínűleg a rablásból befolyó. Pénzből. Vagy az, hogy kirabolhassanak, mondjuk nem akarnak hazavinni, hanem mondjuk kirabolnak, és akkor abból visszaosztanak a személyzetnek. Igen. Na mindjárt megkérdezzük az illetékes, mert hogy itt van Danics Dóra velünk. Dóra, jó reggelt kívánunk, hello! Itt vagy, Dóra? Milyen Dóra? Csendes vagy ma reggel? Halló, Dóra! Dóra? Dóra? Csak nem. Még tart megint? A hatás? Eltűnt. Dórát újra hívjuk, jó? Megpróbáljuk újra hívni. Ah, gyerekek.
kemény az ügy, én elolvastam, azért ez nem egyszerű. Nem? Gyakorlatilag majdnem nem kivéthetetlen. Tehát ez az egyetlen, amit te mondasz, hogy ne fogadj el italt, vigyázz a sajátodra, figyeld, hogy bontják-e a vizet, vagy pedig nem tudom, valami ízét csak elé teszik pohárba a csapvizet, vagy az akármit, és akkor abban már bele lehet tenni. Szóval most tényleg így mész el mókázni, hogy rettegés az estéd? Hát szörnyű, de szerintem ez egy ilyen alapdolog mostanában már sajnos. Erre tehát, fel kell készülni. Igen. Korábban is volt ilyen, tehát korábban is kiraboltak, csak akkor mondjuk úgy hívják, egyszerűbb módszereket választottak. Az esetben például megfogták a bokámat, fejlefelé megrázták, és kiesett belőle mi? Na megpróbáljuk újra, itt van velünk Dóra. Hello Dóra, jó reggel, ciao. Jó reggel, hallottok? Most már igen. Jaj, de jó. Hallottál minket? Én az előbb is mondtam, hogy sziasztok, csak nem tudom, mi lehetett veletek. Nem hallottunk. Na, hát olvastuk, hogy mi történt. Ez most hétvége, ugye? Igen, ez most péntek. Ez egy budapesti szórakozó hely volt, vidéken voltál, felléptél, mi történt? Budapesten voltam egy pubban, tehát még csak nem is egy ilyen táncolós szórakozó helyen, inkább egy ilyen ücsörgős, beszélgetős helyen ültem egy barátommal. És hát ott történt ez a dominózus eset, ahol odajött hozzám egy lány, hogy gratuláljon nekem, és hogy ő nekem szurkolt, stb., és hogy mennyire szeretne meghívni engem egy italra. Ne csináld! Tehát erre így emlékszel, hogy valaki meg is hívott egy italra? Igen. Elfogadtad? Igen. Hát először így nem, annyira kedvesnek tűnt, és szimpatikusnak, odajött két barátnője, ővelük is elkezdtünk beszélgetni, és akkor mondtuk, hogy igen, egy barátommal voltam, és őt is meghívták, és engem is. Majd nem érkezett meg az italunk, és a lány bement, és kihozta. Ez milyen ital volt? Alkohol volt, üdítő volt, boros pohárban, zárt üvegben? Hogy adta oda? Ez egy koktél volt. Koktél, aha. Igen. Egy koktélt. És akkor ti ezt elfogadtátok, mondtad, hogy jó, akkor kocintasz vele egyet, igen. Aranyos, kedves, normális, miért ne fogadhatnád el? Igen. Aha, és utána mi történt? És ezután még beszélgettünk egy olyan, nagyjából olyan negyed óra, 20 percet, én megittom az italomnak az egyharmadát, majd mondtam, hogy kimegyek a mosdóba, és akkor kimentem a mosdóba, és akkor kezdtem el érezni, hogy valami nem stimmel, és hogy azon gondolkoztam először, hogy részeg nem lehetek, mert nem nagyon ittam ma még semmit. De milyen tünetek voltak? Tehát bementél, és mi koordinációs zavar? Elkezdtél hát szédülni? Igen, elsőként szédülés, és olyan, mintha lemenne a vérnyomásod, tudod. Tehát, hogy ilyen úristen, mindjárt elájulok, az volt az első tünet, akkor így googoltam a WC-ben, és így néztem a kezemet, és így azon gondolkoztam, hogy most hogy fogok innen kimenni, mert fogalmam sincs. És akkor valahogy nagy nehezen összeszedtem magam, és kitámolyogtam vissza az asztalunkhoz, ahonnan már eltűntek a lányok, tehát, hogy akik oda jöttek hozzánk, azok itt már nem voltak ott. De akivel voltál, annak nem lett semmi baja? Tehát az ővében nem tettek? Neki semmi baja nem lett. Ő is ivott? Vagy ő visszautasította? Nem, ő is ivott. Ő is ivott. Aha, de mégsem lett semmi baja. És mégsem lett semmi baja. És igazából mondtam neki, hogy valahogy vigyel haza, vagy nem tudom, mert nagyon rosszul vagyok. És onnantól kezdve nagyjából egy ilyen képszakadásszerűség. Valahogy haza jöttünk, ez már így inkább az ő elmondása. Tehát nem is emlékszel, tehát ott a bárban volt egy filmszakadás, és onnantól kezdve semmi. Aha. A lányok eltűntek, biztos, vagy csak valahol voltak a pubban, vagy azt már nem is néztétek meg, tehát ők el is tűntek a helyszínen. Elbúcsúztak a barátomtól, hogy jaj, mennünk kell, szia, és így nem tudom, egy pillanat alatt kb. Lelételtek. És mire gyanakszol, hogy mi lehetett ennek a célja? Nem tudom. Egyszerűen csak szórakoztak veled, vagy kellene lehetőséget adni? Szerintem sajnos igen. Jó, beszélünk erről, csak mi menjünk végig a történeten, hogy eljutottál úgy haza, hogy nem is emlékszel semmire. Otthon emlékszel, hogy rosszul lettél, hánytál, vagy csak reggel az ember fölébredt? Tehát milyen tünetek vannak, hogy mi történt? Nem, azt tudom, hát elmondás alapján, aki engem ugye hazahozott, ő mondta, hogy beértem a lakásba, akkor nem tudtam bemenni egészen az ágyig, tehát így leültem a földre,
én magam, én úgy emlékszem erre az egészre, mint hogyha úgy zihálnék, hogy tudod, ez a mint hogyha folyamatosan ezt csinálnám, és közben ez nem történt. Aha, tehát hogy volt valamilyen testi benyomásod, de nem az, ami valójában történt. De nem az, ami valójában történt, majd az ágy széléig valahogy behozott, leültetett, nem tudtam igazából, azt éreztem, hogy nem tudok lefeküdni. Tehát, forog hogy mondogattam neki, hogy nem tudok mozogni, vagy nem tudom. És akkor valahogy egyszer csak megint, ezek ilyen, nem tudom, ilyen fél órás szakaszok lehettek kb. Egyszer csak már feküdtem, és akkor egyszer valahogy elaludtam. Nem mondom, ezekre én nagyon nem is emlékszem. Nem is emlékszem. És másnap reggel éreztél valamit? Rosszul lét? Másnap, először, amikor felkeltem, akkor így semmi vész. És igazából később jött megint egy ilyen rosszabb bullét, és akkor így nem tudom, de akkor magam el voltam, tehát hogy tisztában voltam azzal, hogy rosszul vagyok. És éjszaka, amikor ez történt, akkor volt olyan, hogy nem tudod mozgatni a kezed, nem tudod felemelni, próbálsz valamit megfogni, de nem megy, tehát hogy egyszerűen nem tudod irányítani a testedet, ilyen volt? Igazából az volt a lényeg, hogy ahogy ültem az ágyon, mondtam, hogy nem bírok lefeküdni. Aha. Tehát, hogy nem bírok tovább mozdulni ahhoz, hogy egy ilyen fél mozdulat, hogy csak eldőljek, érted? Aha, tehát, hogy nem bírsz effektíve megmozdulni. Azért ez nagyon-nagyon durva. Nyilván volt már úgy, hogy itt áll, és mondjuk berúgtál, vagy hogy nem bírtad az alkoholt, vagy mondjuk megittál egyszerre két koktélt. Ezek a tünetek nem ahhoz hasonlítanak, ugye ilyenkor mindenképpen fölmerül, hogy persze az ember bedrogozták, de hogy is imán ívott egy koktélt, és nem bírja. De hát az ember össze tudja hasonlítani, hogy milyen, amikor részeg, igen, meg milyen, amikor ez történik. Így van. És mondom, ezért az első gondolatom, hogy nem, hát ez nem olyan, mint hogyha részeg lennék. De figyelj, hogyha nem volt ismerős az érzés, és tudtad, hogy nem ittál ahhoz eleget, hogy mondjuk be legyél rúgva, akkor nem fordult meg a fejetekbe, hogy hívtok egy mentőt, vagy bementek a toxikológiára? Hát Dórának nyilván nem, mert ilyenkor az ember ott van a barátja. Megmondom őszintén, nekem egyáltalán nem jutott eszembe semmi, azon kívül, hogy rosszul vagyok, és azt hajtogatom, hogy vigyenek haza, és nem tudom, tényleg, én nekem nem jutott eszembe, és nem is, tehát beszéltünk másnap a barátommal, aki hazahozott is, és nem tudom, ez nem jutott eszébe neki. Tehát, hogy csak látta, hogy nagyon rosszul vagyok, és azt hajtogatom, hogy akkor hazahoz, akkor majd attól biztos jobb lesz. Nyilván az ember nincs erre trenírozva, nem jut eszébe ez. Tehát leesett a vérnyomásod, kicsit megártott a pia, ittál egy fél koktélt, jól van, lehet égyomorra ittett, kicsit berúgtál, hazaviszlek, leteszlek. Tehát, hogy az emberek nagyon észnél kell lenni, nyilván ott elvágottál volna, és fél óráig nem beszélsz, akkor nyilván mentőt hív, de hogy nem biztos, hogy ez az elsődleges reflex, nem? Csak azt hitte, hogy rosszul vagy, ágyba tesz, és kialszod ezt az egészet. Csak hát a tünetek alapján azért ez kicsit komolyabb. Hány órát voltál öntudatlan? Hány óráig feküdtél, mikor ébredtél, azt tudod? Fú, nem tudom, mert szerintem egy ilyen kettő, azt mondta barátom, de nem vagyok benne teljesen biztos, hogy kettő körül így tartott ez itthon. Délután kettő, tehát másnap nem, én akkor aludtam el. Jaha. És nem tudom, azt hiszem ilyen 10 körül felkeltem. Aha. 9-10 körül, és akkor megint volt egy szakasz, ami ilyen délután, ilyen egy körültől tartott 6-7-ig. És az szintén hasonló? Tehát szintén filmszakadás? És szintén nem... Az inkább ilyen fetrengős, rosszul vagyok, nem bírok felkelni. Aha. Hát azért ez elég kemény, hogy egy fél pohártól azért ez elég durmész. Hát én is azt fejtegettem utána, hogy ha megiszom az egész pohára, akkor mi történhetett volna még? Tehát, hogy még inkább teljes izékép. Nem tudom. Érdekes, mi lehetett a cél? Tehát látták, vagy... hogy nem egyedül vagy, nem egy csaj csapattal, akik mondjuk kiszolgáltatottabbak pasival vagy, aki nyilván uralja a helyzetet. Ha ő is mondjuk az övébe is tettek, csajok csináltak, de mit célból? Ha egyedül vagy, leválasztanak a többiekről, lehet hallani ilyenkor, hogy fiatal lányokat próbálnak így dzsináztatni, és akkor látják, hogy nem megy vissza a társasághoz, úgy csinálnak, mint együtt lennének, hazaviszik. De hogy azért ti ketten voltatok, igen, volt veled egy férfi. Így van, tehát nem értem, hogy mi lehetett igazából a cél, mert most oké, ez egy, lehet egy nagyon rossz poén is. Simán lehet egyébként, hogy 2-10 és azt mondta, hogy na nézzük meg, akkor hogy bírod, és megcsinálták, abszolút benne van, persze.
Nem, nem mentek ki utánad a mosdóra, ugye? Ahogy nem. Te, aha, mert akkor esetleg ott kiramolni. Nem tudom. De nem. Tehát az igen, már nincs mert, meg. Mert ugye, mert az is megvan, hogy lehetne az, hogy ki akarnak rabolni. De én arra nem emlékszem, hogy benyitott volna bárki, vagy ilyesmi. És azért ott még volt valamennyi. De kameraképet nem kértek ki, nem mentek vissza, tehát gondolom nem is akarsz oda visszamenni, nem? Tehát nem tettetek feljelentést? Nem tettem. Hát nem is nagyon tudok mit csinálni egyébként nyilván. Tehát, hogy nem. Persze. Persze. Megviselt a dolog? Vagy azért meg. Ez egy halva, ez elég. Olyan fura, én ilyen nagyon erős csaj vagyok amúgy, és megviselt lelkileg. Hát és az a gáz benne, hogy gondolom, hogy akkor ezentúl minden pohár italra oda fogsz figyelni. Persze. Igen. A barátról igen. Mit tudunk? Jó barát? Ismerős? Igen, ő jó barátom. Tehát nem valami... Nehogy aztán is szörnyű dolgok derüljenek ki a barátról. Csak megkérdezem azért, hogy mit tudunk a barátról? Régi barát? Új barát? De régi barát. Aha. Régi barát, jó barát, igen. Na jó, hát mint tanulság szerintem jó róla beszélni, minket nagyon sok szülő hallgat, nagyon sok tinédzser hallgat, az emberek egyszerűen erre fel kell készülni. Hogy bármennyire szimpatikus valaki, és kedves, és normálisnak tűnik, akkor is ugyanúgy bármi baj megeshet. És igen. Hogy én megmondom őszintén nektek, hogy sose gondoltam volna, hogy valahogy ilyen, gondoljátok el az elmúlt egy évben hány ilyen történt velem, hogy oda jön valaki, gratulál, fú, nem tudom, én elmegyek egy koncertre, elmegyek egy fellépésre, azonnal meghívnak valamire. Hát ezek után neked is oda kell figyelni, igen. Lehet, hogy a lányok csak elhitették veled, hogy Danis Dóra rajongók közben valaki másnak drukkoltak a szériából, ír egy hallgató, hogy lehet, hogy mégsem Dórának szurkoltak a lányok, és szerettek volna téged kivonni a forgalomból, vagy bosszút állni, nem tudom, kik voltak veled még egy szériában. El tudom képzelni ezt is. Simán egyébként. Na, hogy egy kicsit vidámabb dologgal zárjuk. Milyen volt az út? Jó volt? Édesanyáddal voltál, ugye? Nagyon volt. Mexikóban jártam anyukámmal. Igen. Csodálatos volt, és nagyon szívesen visszamennék oda. Volt olyan, hogy anyukád Baxívia fölállt a repülőn, és elnyomott egyébként mikroszkop színpados viccet? Volt valami, és mondtad, hogy anya, ülj már le, hölgyeim, sorájében. Hátra néztek előre, hogy kerül egy Louis Armstrong. Elkezdett Louis Armstrongot énekelni, nem csinált ilyet a repülőn? Aha, hiszed, hanem nem a repülőt csinált, de egy karaoke bárban, igen. Ah, tudtam, hogy ő azért. Ha kell azért, akkor villan egyet. Ha kell, akkor villan egyet. Igen, lenyomott egy Armstrongot, én meg egy Tina Turnert, úgyhogy és természetesen magyarul konferáltuk fel magunkat az amerikai és mexikai közönségnek, úgyhogy nagyon mókás volt. Jó, de szerettek beleteket, nem dobáltak meg kukoricasörrel. Nem. Sőt, kifejezetten el voltak ájulva a produkcióinktól, úgyhogy... Amikor egy édesanyja Louis Armstrongot, az nagyon kemény. Egyébként, igen. Hát egyébként ez valóban, tehát, hogy ez világszínvonal szerintem. Igen, nagyon szuper volt, tök barna vagyok még mindig. Na jól van. Na, ezt igen. Nem akarom hallani. Én viszont igen, minden részletet. Hol vagy barna? És hol nem vagy barna? Igen. Jól van, Dóra, köszönjük szépen, hogy nekünk ezt elmondtad, hát reméljük, hogy intő jelleggel azért ezt sokan meghallgatták. Vigyázz magadra, ez nyilván neked is egy tanulság, ez a sztori, hogy neked is erre oda kell figyelni, nem jó hiszeműen beleinni más italába, hanem egész egyszerűen azt mondani, köszönöm. Mindenki nagyon-nagyon figyeljen, tényleg. Nagyon. Figyelünk. Dóri, köszönjük szépen, vigyázz magadra. Köszönöm. Danis Dóra, köszönjük szépen, csak. Hello. Szia. Hello. Az gyerekek, ezt átélni azért az biztos kemény, nem? Na, öntudatlan vagy, azt se tudod, mi történik, nem mozog kezed, lábad. Igen. Szörnyű ez minden hétvégén. Jó, igen. Neked levénul a bal oldalad, te már csak annyit mondasz, jaj, nem, már megint itt vagy. És így fél oldalra meg így király, kihúzod magad. Te neked pultig más, még igen. Elmész. Igen, a pultig még eljutsz, igen. Hát azért ez tényleg szörnyű. Nagyon sok SMS-t a témában jártak így hallgatóink, Dórához hasonlóan, úgyhogy jövünk mindjárt az SMS-ekkel. 7:30. Ha valaki szeretne Owen bácsival játszani, akkor küldjön nekünk SMS-t, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 7:40 itt vagyunk, szép hétfőt kívánunk mindenkinek, jó reggelt! Gyerekek, egy jó kis bogi, ő nem az a bogi, egy másik bogi, több bogi van, de ő nem a bogi, ő csak a sima bogi. Figyeljetek, régi, de új, mert hogy az újabb, az aki az most kijut, az egyébként a régebbi, igen. Ha lehetek, azért én azt mondom nektek, hogy ő nem a könnyebbik utat választott, és ez nekem nagyon tetszik.
Mert így most rengeteg munkát kell abba fetszölni, hogy egyrészt megkülönböztessék őket egymástól, másrészt meg sokkal nagyobb a konkurencia. Így van, két bogi van. A két bogi valószínűleg kedveli egymást, hogy utálják egymást. Ki tudja, nem? Szerintem ez egy harc lett köztük. Bogi versus bogi. Igen. A összecsapás Las Vegasban. A Bellagioban május 13-án 30 millió dollárért. Na, Danitról beszélgettünk, nem csak róla, vele is, ugye az X-Faktor győzteséről, aki elmondott nekünk egy történetet, amit most vagy sokan elhisznek, ahogy láttuk az SMS-ekből, sokan vitatják, és azt mondják, hogy nyilván, ha egy közszereplő valahol egy kicsit elengedi magát, és ezt többen látják, akkor ez a kifogás. Mi nem azért hívtuk, hogy kételkedjünk ebben a történetben, meghallgattuk, tanulságul szolgálhat-e sok szülőnek, sok fiatalnak, aki bulizik, hogy igaz vagy nem, nem akarjuk eldönteni, mi hiszünk Dórának, sokan mondják, hogy persze, közszereplő berúgott, aztán valamit ki kell találni. Nem hiszem, hogy egy közszereplő egyébként elengedi magát egy szórakozó helyen, akkor ő már vasárnap hívja a Blikket, hogy jaj, akkor most én inkább kitalálok valami kamu sztorit. Sokan írják, mi kevésbé vagyunk szkeptikusok ebben a témában. De nagyon sok hozzászólás van. Ugyanakkor, ha van egy ilyen eset, azért célszerű egy toxikológus vagy egy orvos bevonni a történetben, nem? Dokit hívtam volna én is valószínűleg. Igen, tehát, Miki ott van, és ennyire rosszul van, meg tudok annyira ijedni, hogy nem bízom a vöröskeresztes táskámra és az egészségügyi dobozomra ezt a dolgot az autóban. Jó vagy benne, de annyira nem. Mindjárt kézlapot veszek elő, és leokoplasz. Már két raktapaszom. Vagy berakom az autóba, és beviszem, persze. Tehát inkább zavarjanak el, mint hogy aztán otthon történjen valami. Van erre gyors teszt az ilyen dzsinákra? Sajnos nincs. Pedig annyi mindenre van. Olyan jó lenne, hogy belelógatod a papírt. Igen, az is, meg hogyha bemész. Én most azon gondolkozom, ha bemész a kórházba, tehát bemész a mit én hova, és azt mondod, hogy tessék, itt van a barátom, barátnőm, összeesett, egyszer csak nem egy italt ittunk, akkor mi van, vérvétel? És majd a Gábor vérvétel, akkor mondom, alkoholszint, és ha nem üti ki az alkoholszint a műszert, akkor tünetek alapján mondják meg. Ezt nem tudom, hogy vérből kimutatható-e az a toxikológiai mérgezés, amit mondjuk egy gina, mennyire szívódik föl, vagy GHB milyen gyorsan, nem tudom. Meg ráadásul különböző fokozatai vannak, most valamelyik nap láttam egy ilyen videót, amikor egy srácot négyen fogtak le. Na, van egy hallgatónk, aki szintén hasonlóan járt. Halló, jó reggel, ciao. Halló. Hello, itt vagy, adásban vagy. Hello, Zoli. Szia, barát. Hello, Zoli, itt olyan nincs meg a Feri. Velünk úgy történt ez a dolog, hogy festettünk Asztórián egy lakást a haverommal. Délután jöttünk volna hazafele kerékpárral, fáradtak voltunk, menjünk vonattal, kitaláltuk. Keleti, alsó sor, megvettük a jegyet, lekéstük a vonatot, ígyunk meg egy sört. Te szobafestő vagy akkor, bocsánat, csak hogy kicsit képbe rakjunk a hallgatók számára, és tehát szobafestőként dolgozol, mentetek haza egy melóból, megvettétek a jegyet. Lekéstük a vonatot, haver kitalált, ígyunk meg egy sört. Megálltunk ott lent a csaponálóknál, oda jött hozzánk két hölgy, elkezdtünk beszélgetni, valahogy észrevettük, hogy gyanús lesz, mondta a haver, menjünk fel a peronokhoz, várjuk ott a vonatot. Ugye nem tűnt volna fel, kerékpár volt nálunk, egy táska meg a sör, nem bírtuk felvenni a lépcsőn a cuccot, mondták a csajok, hogy segítenek. Ők elvették a sört, hogy hozzák, felértünk, leültünk ott a peronnál egy padra, beleittünk a sörbe, nem volt 10 perc, én elájultam, engem a mentők vittek el, én a délpesti kórházat értem magam. Ott az utas ellátóban, vagy ott a pályadalat el is vágottál, filmszakadás kész, azt se tudtad, hogy elájultál, úristen. A haver az ott bolyongott a keletinél még vagy 4 órán keresztül, Jézus utána elszégott, hogy neki találkozom van vele, vagy én ott vagyok, visszajött, megkérdezte a rendőröktől, hol vagyok, mondták, hogy elvittek a mentők, a bringák be voltak a dolva a rendőrségre, ő nagy nehezen hazavitte a vonattal a két biciklit, még a hajnali vonattal, én meg 3-kor tértem magamhoz a délpestibe. Atya Isten, és mi történhetett, vagy mire gondoltatok? Hát kiraboltak minket, tehát pénz elszállt az összes, ami nálunk volt, az összes irat, fényképezőgép, telefonok, kiszámoltuk ki körülbelül mennyi volt a kárunk, hát egy ilyen 4 millió. Ha. Atya Isten, tehát két lány kiszúrt benneteket, belecsempészte az italba, a drogot, hát ezt a diszkodrogot. Hát valószínűleg mert arra gondoltunk, mert engem úgy kiütött, hogy tényleg alkohol nem volt bennünk, az a fél üveg sör volt bennem, és mint akit leütöttek egy kalapáccsal. Azt mondtad, hogy gyanússá váltak a csajok, és azért mondtátok azt, hogy na, akkor irány a pályaudvar. Igen, igen, mert meg akarták magukat hivatni minden áron, látták, gondolták, hogy van nálunk lóvé, mert tiszta festékesek voltunk, meg ugye nagy pakkokkal voltunk. Mondjuk, akit én ki akarnék rabolni, az nem két szoba festőmázoló. Ecsettel, vödrökkel, tehát nem gondolsz arra, hogy van náluk 100 000 forint, melóból jönnek haza, tehát nem gondolnál. A kórház egyébként... Lehet, nem nagyra mentek, kicsire, de sikerült nekik. Igen. Pont ezt kérdezte a Feri az előbb, hogy ez kimutatható, tehát a kórházban neked megmondták, hogy mi történt? Nem mondták, vagy... mert azt mondták, hogy be vagyok rúgva, engem beraktak ott ilyen, nem is tudom, detoxikálóba, vagy miben. Ne csináld. Komolyan, se vért nem vettek semmit, reggel kiengedtek 8 órakor, én hazamentem, felhívtam az asszonynak a telefonjáról a havert, ugye ki volt kapcsolva, egy óra múlva hívottam a távolságot, hogy mi van, hol vagyok, meg vagyok-e, élek-e.
és utána mentünk a keletibe még, hogy a rendőröknek van-e valami felvétel, ugye felvétel semmi nem volt arról, hogy belekerült a piába valami, csak az, hogy én elájultam, összeestem, és jött a mentő. De azért ez nagyon kemény, és ott bent úgy kezeltek, mint a részeg lennél, hogy még egy vérvétel semmit, alapján nem, megmondható lett volna. Semmit, beraktak, leöltöztettek, beraktak egy detoxikálóba, reggel felkeltem, idealták a cuccaimat, és mehettem haza. Atya Isten. Úgy mentem haza, hogy azt tudom, merre, melyen buszra szállok, merre induljak el. Annyira káva voltál. Olyan kómás voltam. Lehet valami az esetben rendőrök nyilván soha nem találták meg őket, persze, esélytelen. Ú, azért ez nagyon kemény, nem? Szóval, hogy ez... Hát az volt. Azért ez így elmondva. Azóta nem futottatok össze a lányokkal? Nem, találkoztunk. Voltunk a keletében, az arabokat megkérdeztük, ismerik-e? Hát nem, senki. Hát nyilván, ha ismerik, se fogják megmondani, hogy persze, hát ismerjük, igen. Velünk dolgoznak, és mi bíztuk meg őket, hogy raboljanak ki egyébként embereket. Nem ismeri, viszont van dollár. Van dollár, van euró, igen. És az a nagy poén, utána a haverok a telefonja meglett, az 50-es villamoson, utazott a Szarvascsáda felé, és a cigányokat bizniszeltek a telefonnal, és visszavásárolta 8000 forintot a telefont. Ja, hogy vissza tudta vásárolni a telefon. Igen. Azon matekoztak, hogy kinek adják el. Ő meg felismert a telefonnal, hogy ott ült mellettük, vagy ott állt, és megvett. Aha. Leszálltak, és megvette 8000 a saját telefonját. Fú, nagyon kemény történetek azért ezek. Zoli, köszi, hogy elmondtad. Vigyázzatok magatokra. Megpróbálom. Ciao. Hello. Na nézzük egy-két SMS-t. Valahol a neten olvastam, hogy egy srác feltalált egy olyan körömlakot a lányoknak, hogyha beledugja az italába, akkor elszíneződik az ilyesfajta drogokra. Jana voltam. Meg is néztem, így van, mutatja a Xanaxot, a GHB-t, a Rohifnolt, és bele kell dugni, meg kell keverni, és látod azonon a körmödön, hogy van ebben. Ez egy nagy ötlet. Ez egy nagy ötlet, igen. Igen, tehát piros körömmel, Jani, most már nem lehet, hogy ezt mondjuk egy papír csíkra, hogy mondjuk ne a kezével kevergesse valaki. Jaj, most ne le, most ja, aztán jó, még kivírja a GHB-t, kivírja a diszkodrogot, és még finnyáskodsz, hogy ne az ujjával kevergesse. Jó, tudom, hogy... Akkor törölje meg előtte kézmosóval. Hát legyen papírcsík, ne a körme legyen, mert vodkás lesz a körme. Hát most válaszolom már, hogy vodkás legyen a körmön, vagy begyinázzanak, akkor legyen vodkás a körmön, és utána nem iszom meg, ha elszíneződik. Nem férfiakra, én tudom, hogy téged nem zavar, hogyha ki van ott a körmeid, érted? De engem egy picit igen. Jó, mi Freddy is lakkozta a körmeid. Hát most a kis ujjamat kilakkozom, bemegyek azért. Bemész és a kis ujjamat kevergeted a piánat. Na, lehet válaszolom, inkább ez legyen, mint hogy kiraboljanak. Az én 21 éves fiam így jár cipő nélkül, megverve jött haza, nem emlékszik semmire. Gyerekek, elképesztő történetek vannak egyébként. Nekem rendőr kommandosokon mesélte, hogy úgy teszik bele az italba a profik, ezt hallgassátok egyébként nagyon durva, hogy bemennek a WC-be, ott a drogot feloldják vízzel, felszívják szívószállal, befogják a végét, amitől ugye a vákum miatt nem jön ki. Majd az áldozat szeme láttára kikérik az italt, és előzékenyen belerakják a szívószálat, és kiengedik, vagyis beleengedik a drogot a 21. század bűvészei. Gyerekek, ezt a trükköt nem ismertem. Komoly. Kikéri, nézed végig, és csak egy szívószállal neked megkeveri. És abban a pillanatban beengedi. Hogy mennyire durva, nem is... Ha persze, nem azt is mondod, ismered, milyen nem? Kedves, belerakja még a szívószálat is, és véged. Igen, volt barátnőm italában, ugyanígy beletettek valamit 2 éve a Nagymező utca egyik szórakozó helyén. Olyan durva hatása volt, hogy mire érte mentem, nem ismert fel. Kérdezgette tőlem, hogy mikor született. Ő ezzel bizonyította, vagy próbálta bizonyítani, hogy valóban én vagyok-e a barátja. Akkor már 6 éve voltunk együtt. Nagy pénzzel fizetett a pultnál, és látták, hogy jó telefonja van. Szerintem erre ment ki az egész. Ez nagyon kemény. Bazsó küldte nekünk. Velem is történt hasonló eset, nem emlékszem semmire, eltört a kulcscsontom, nem loptak el semmit, taxival hazamentem, körülbelül 2-3 óra maradt ki. János Debrecenből. És azért azt nem lehet feltételezni, hogy persze az összes hallgatónk nem bírja a piát, berúgott és hazament. Nem? Szóval, hogy azért ez nem állja meg így a helyét, hogy na az összes részek kifogált. Azért nem primitív megjegyzés, hogy na persze, a hülye részek, aki így próbál magyarázatot keresni, nem? Ha ennyi SMS azért van, ez szóval... túl sok. Igen. A barátom katéterrel ébredt a kórházban, mindenét elvitték, kirabolták, írja nekünk egy hallgató. 188 centi vagyok, 125 kiló, ex-kölvívó, egy tatai diszkóban a csajom helyett kaptam Ilonkát, kibírtam lábon, de körülbelül 10 km sétával tisztultam, csak ki Zsolti küldte nekünk. Nyilván az Ilonka is egy diszkodrog, nem? Mint a Kati, Ilonka, a lány neveket adnak nekik, ilyen designer drogok, igen. 2 éve az én sörömet úgy bedrogozták, hogy a Tétényi úti kórház intenzív osztályán ébredtem. Korrekt volt, én voltam az egyetlen, aki kibírt kelni az ágyból, telefonom eltűnt, a készpénzem eltűnt, mindenemet elvitték. Attila. Ú, azt írd meg, hogy volt-e drogteszt, tehát hogy azt csinálták, hogy megnézték, hogy van-e valami a szervezetedben, vagy csak ilyenkor fektetnek, igen. Hogy elmúlja. De azért az kemény, hogy azt hiszed, hogy pasiként nem is vonatkozik rá, nem? Hogy inkább szerencsétlen lányokkal csinálják. Most már negyedik olyan SMS volt, amit Hapsi írt. Igen. Egy ismerős hölgy az élettársával szerint pályázott gazdag pasikra bárokban, iszogattak, elkábították őket, a hölgy elmondása szerint már foggal ki tudja kapcsolni az aranynyakláncot. Igaz,
igazi profi. Miért kezével mit csinál közben? Veszik ki a pénztárcádat a belső zsebedből. Ja, hogy becsokol a nyakadba, és nincs meg az aranyakláncod. És már nincs meg az aranyakláncod, igen. Az egyik budapesti szórakozóhelyen visszaadtam a pultosnak a pezsgőt úgy, hogy ezt te se gondolod komolyan felkiáltással, mert hogy egy tabletta volt az alján. Az amatőr. Azért ez nagyon kemény. Ez fura. Igen. A nővéremet és a barátnőt a saját szalagavatójuk after partyán dzsinázták be, a parti buszon az egyik alkalmazott, agresszívek voltak, nem tudtak magukról, nem emlékeztek semmire másnap, szerencsére volt, aki vigyázzon rájuk, írja egy hallgató. Na, hát ilyen SMS-ek jönnek, ezért érdemes ezzel a témával foglalkozni. Azért ez kemény. És hogy engedjük el a gyereket ezután? Sehogy. Olyan korú. Menjél vele és így meg helyette. Téged egy ízése terít le. Téged egy lónyugtató se terít le. Próbálkoztat már vele. Te kis lányod, le! Feri, téged egy állatorvosi rendelő se tudna lenyugtatni. Tehát, hogy neked az andaxin... Profizmus. Téged az andaxin csak felpörgetne. Tehát, hogy te így áll meg nyugodtan bármit egyébként. Na, játszunk jó, vidámabb témámmal vegyünk tovább ennyit a komolykodásról, de hát óra esete azért tanulsággal szolgál, ha kell ilyen dolgokkal is foglalkozni. Játszunk Óven bácsival és Beru nénivel már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Na, hello, sziasztok! Na, hello, Ricsi! Na, Ricsi vagyok, szia! Ricsi, kér, hol hallgatsz minket? Győrbe, mit csinálsz, mivel foglalkozom? De megmondom, hogy szintén takarítok irodát. Irodát takarítasz? Hát nem szégyen, az valakinek azt is kell csinálni. Szereted csinálni? Nem szeretem, de muszáj. De muszáj, egy nagy takarító cégnél, vagy egy... Nem, egy nagy kereskedelmi cégnél, háromszintes épület. Aztán reggel csinálom 4-től 7-ig. 4-től 7-ig? Mikor már végeztél. Így van. Akkor már igen, tudsz venni. Pihenni gondot, egy jó kis Óven bácsival zárod még így van. A napot. Na figyelj, mutatjuk, mit csinálnak, jó? Hallgass meg. Oké. A zárójelentés. Vagy a feljelentés. Valami gépelnek. Berunint elkábították egy ilyen ötyeklubban, és írja az élményeit. És megírja az élményeit, hogy nem volt ez olyan rossz azért. Annyira elkábítottak, hogy tudtam írni, drágám. Igen, legboldogabb időszaka volt. Drága Beru bácsi, bocsáss meg nekem, hogy nem kerültem az, hogy Óven bácsi, nem kerültem az a hétvégére. Elkapott 4 bucka lakó. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Oké. Na, nem lesz annyira nehéz. Hát az nem bizony, hogy menni fog. Dehogy nem, mutatjuk még egyszer, figyelj. La la, ta la la. Nagyon nagy sláger volt. Annyira. Magyar? Igen. Nem fog menni, szerintem egy hosszabbat. Jó, figyelj, hát kivettük a bögrét, nem baj, ebből meg lehet, figyelj. La la. Na hát ez most már nagyon tipikus rész volt, egy régebbi magyar dal. Döbbenet, hogy ez valamikor sláger lehetett. Tesszem. De elképesztő, hogy ez valamikor sláger volt, de ne tagadjuk meg a múltat, ezt ország szerette. Na jó, nem, azért ne túlozzak. De a három negyed, igen. Nem úrik be. Hallgass meg még egyszer, figyelj. La la. Nagyon... Igen, rémlik, csak nem jut eszembe neve. Ketten voltak, és nagyon szerették őket tényleg, tehát a nagy diszkó korszakban egy nagyon népszerű zenekar volt. Én inkább együttes mondok. Új. Semmi? Nem múlik be. Hát akkor jön az eredeti. Hallgass meg, szerintem így ismerni fogod, figyelj. Egy jó kis Groove House, igen. Így már beúlik. Egyébként gyerekek, a Judynak jó hangja volt, nagyon énekes, kiváló énekes volt. Igen. Vagy hát még mindig azt nem tudom, hogy énekel-e, de nagyon, nagyon jó volt, igen. Hát, Ricsikém. Köszönöm. Egy meleg készfogással engedünk el idézőjelesen, ez most nem volt meg. Jó? Na, köszönöm szépen. Köszi a játékot. Hello. Sziasztok, hello. Nehéz volt?
De, hogy is, nem, bár nem. A címét én se tudtam, tök érdekes, pedig egymilliószor hallotta mindenki, és az első szó nem jutott az eszembe, az ég a vágytól már megvolt, de ez a vándor. Jó. Az, vándor, emlékeztek? Az vándor. Persze, hát aki egyszer látta teljesen értelmezhetetlen videoklipjét a számnak, az nem felejti el soha. Nem emlékszem, mit csináltam. Persze kaptak fél napot fotón, aztán filmgyárba, és akkor elmentek, és forgattak egy ilyen fantasy videoklipet hozzá, még Rahan is szerepelt be. Igen, tényleg? A Vándor. A Grupfrázónak nagyon sok slágere volt egyébként, igen. Na jó, jövünk a hírek után, egy érdekes dologgal folytatjuk. A Herceg és a Kincs címmel magyarul is megjelent egy homoszexualitás népszerűsítő tündérmese, amely két herceg házasság kötésével végződik. A mese egyébként érdekes, a szerző egy egyetemi professzor, megvitatjuk majd, hogy jó-e az, ha a gyereknek ilyet olvasunk, kell-e, hogy a gyerek ezzel találkozzon, ha kell, akkor mikor kell, hogy találkozzon, egyáltalán hogy mondod el a gyereknek, mikor mondod el, hogy vannak bácsik, nénik, akik egymást szeretik, és hogy miért kell egyáltalán ilyen mesét írni, ahol két királynő egyébként finoman csokolózik, a meleg hercegek házasságot kötnek, és ezt te naponta már magyarul is akár olvashatod a gyerekednek. Minden oldalt bemutat, az korrekt. Minden oldalt. Lányok, egyébként, igen. Én csöndbe fogok maradni, ahogy lelőjem a végét. Már megint ezek a buta sztereotípiák. Szóval, hogy erről beszélgetünk majd, vannak szülők, akik felháborodnak, vannak szülők, akik örülnek, és megvitatjuk a dolgot olyannyira, hogy felhívjuk majd Vekerdi Tamást, gyermekpszichológusunkat, akit mi nagyon kedvelünk, és megkérdezzük az ő véleményét is erről, nyilván előtte picit humorizálunk, de aztán komolyra fordítjuk, és megkérdezzük Vekerdi Tamást, hogy mit szól ehhez, egyáltalán be kell mutatni a gyereknek, jó-e az, ha a gyerek ezzel találkozik, ártunk vele, vagy éppen használunk. Szülőként szerintem ezt máshogy gondoljuk, van, aki olvasná, van, aki nem olvasná, megvitatjuk majd. Nem, hogy kell-e ilyet a gyereknek olvasni, ezzel folytatjuk a hírek után. Vidám, meleg mesék. Így is mondhat. Vidám, meleg pillanat. Vidám, meleg pillanat. De gyerekek, hát ha vannak meleg mesék, akkor erről beszélni kell. Úgyhogy ezzel folytatjuk. Ákos, hírei után. 8:11, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk a Klasszon, és folytatjuk a hétfő reggelt. Szikrázó napsütés országszerte. Hajnalban még hideg, ha valaki most indul. Mondhatni, csipős a reggel. Az. De ez a klasszik tavasz, ugye, amikor már ész, vagy még éjszaka hideg van, de nappal már jön ez a kellemes 12-15 fok, aztán este mész haza és megint fázol, de legalább már egy-egy órára ki lehet ülni napozni. Úgyhogy azért alakul. Csak lesz tavasz. Hogy van a fogad? Mindig megfeledkezem róla, és utána jön egy félre sikerült harapás, valami melekkel, alámegy. Hideg víz. Na, pontosan erről van szó. Most is azt egyeztettem egyébként, hogy mondom, de anya mindenképpen írt föl a Bernit, és kérdezni, tud-e nekünk adni időpontot, meg fogok örülni. Ne felejtsd el, ne felejtsd. Én kiütöm neked, szívesen akarod. Vagy kötök rá egy madzagot, és kirántom. Megcsináljuk, mint a Tom Hanks. Jó ide, jó vagy. Igen. Emlékszel, amivel szám kivetett volt a film, ahol saját magának ütötte ki a fogát. Én kihúzom, kiütöm neked, szívesen. Igen, mint a fogdapénz és fúsba, amikor ugye a Virgin Starkwell megpróbálta megkérni az egyik rapet, hogy zúzza már le egy kötőrök kalapáccsal a lábán lévő bilincset, és mondta neki a srác, hogy fia, soha nem szoktam hibázni. Bocs, tényleg nem fordult még elő. Igen. Na, hogy véletlenül rosszat is. Hát fia, nem menthető, hát nem menthető, hát akkor ki kell húzni, nem? Gyökérkezeléket? Most egy gyökérkezelék, az már halott fog tulajdonképpen, mindegy, hogy majd egyszer rászoksz a cigire, könnyen tudsz rágyújtani, ha itt elő kihúzom neked, vagy kiütöm. Az a baj, hogy most én nem vagyok túlságosan dekoratív, de azért nem örülnék neki, hogyha mondjuk elmosolyodok valamit, tudom, egy kitelepülésen, és akkor azt látják, hogy itt előtt van egy ilyen kis rés, hogy hát azért az, hogy kihúzom, hogy lehet azt pótolni, hát gyönyörű, beépítenek neked oda egy ilyen porcelánfogat, tehát nem lesz 5 perc ületi. Porcelán, tudod, mibe kerül az? Jó, neked valami szakadt műanyagot, vagy nem tudom. De ha van otthon törött csészétek, vagy ilyesmi, hogy persze hozott anyagból is lehet, hogy dolgozni. Valamit bele lehet rakni. Négyes út, Püspökladány után mozgó... Trafipax. Debrecen felé, ezt Viktor küldte nekünk. A négyes számú főúton Püspökladánynál a Szolnok felé közlekedőket. Mérnek. Méri. Laci, ez ugyanaz egyébként. Kevés a közlekedésig, mindig van reggel, úgy néz ki egyébként minden rendben van. 31-esnél, Győr felé, a 23-as kilométernél. Drága fotókat készítenek. Autó az árokban. Ja. Ezt Dilho küldte nekünk. Köszönjük szépen. Budai alsó rakparton jó a haladás, mert hogy a Margitnál még mindig nem lehet lejutni. És Gödrében a 66-os úton. Csekkolnak a sünök. Egészség Gödre. Közt kaptuk ezt is SMS-ben, de valóban így van. Trafiban, köszönjük szépen. Tudja valaki, hogy mi zajlik Lőrincen? A Méta utca 13-nál rendőrautó hajtott bele egy családi házba. Ezt Zoli küldte nekünk, nem is olvastuk, nem is láttuk, de ha valaki tud valamit, küldje el nekünk. Leszámolás a Méta utcában, nem tudom. Lehet, hogy valami, igen. Csornán a 85-ösen Sopron felé szürke kis buszból drága fotókat csinálnak. A is Ádám küldte nekünk. És mezőkövesdnél szintén mérnek. Köszönjük szépen.
Hát gyerekek, ennyi. Minden rendben van ma reggel, úgy néz ki, hogy jól indul a reggel. Nagyjából. Na, tessék? Nagyjából egyébként trafin kívül nincs komoly baleset, nincs front, nincsenek autók az árokban, úgyhogy... Így van. És az aluljáró alatt, okay. Vagy lehet a fölüljáró alatt való áthaladás még mindig az orrodat is tisztítsa. Kemény volt. Hát, srácok, tehát, hogy így... Ki voltál bankautomatánál, vagy mit csináltál? Nem, hát reggel, amikor jössz reggel. Át, tudod, tehát, hogy az, hogy melegszik egy kicsit a levegő, az nem minden tekintetben jó. Tehát, hogy ide fel gyorsulnak olyan biológiai folyamatok, amiket a hideg lelassít, most már van meleg, de képzeljétek, azt láttam, hogy egy, mit tudom, aztán talán múlt héten láttam egy olyan kis összeállítást, egy filmet, hogy Szent Pauliban, a Buli negyedben kitaláltak egy úgynevezett ilyen pisiálló felületkezelést. A falat, ugye? Az a lényege, igen, hogy befestik vele a falat, és amikor valaki odáll és levizeli, akkor gyakorlatilag visszapattan róla a sugár. És hát kellemetlenül jár. Igen. Igen, mint a csupasz pisztolyban. Igen, a lakóknak elege lett abból, hogy mindenki ott bulizik, és éjszaka oda pisil, és én csak egy ilyen rajzot láttam, hogy jön majd vissza a sug. Milyen anyag lehet, amiről visszapattad? Tehát nem nyeli el, hanem egész egyszerűen visszajön rád. Így van. Azért az kellemetlen. Egy ilyen húgyálló anyagról van szó, egy picit drága. Picit drága, azt mondják. Pisiálló, mondjuk igen, így. De amikor így körbe-körbe kérdezgetik az ott lakókat, akkor azért ott volt egy pár rém történet. Tehát amikor ugye beelmondták, nem részletezem nyilvánvalóból kifolyólag, bár hozzáteszem a híradóban, nem nagyon, hogy... Elmondták a tudit. Hát ott egészen konkrétan a híradóban minden benne volt egészen pontosan, precízen. Ott ilyen, egy kicsit ilyen vigalmi negyed, meg buli negyed, és hát az ott lakók megunták már, hogy reggelenként olyasmiben lépnek, amiben nem szeretnének. Na, valami ilyennel kellene itt felület kezelni ezt a felüljárót is. Egy ideig volt kint mobil WC, de most arra eltűnt. Hát az a melósoknak volt. Igen, kellett a vikendelekre. Jó, sikám, gyere, fogd már meg, mi baj, kellett. Jó, nem baj, hogy felé döntöm. Most már minden. Ne döntsem, igen. Na, gyerekek, hát ugye tudjátok, hogy mi a mesekönyvek nagy szeretői vagyunk, és hoztam én már 3 perces meséket, horror meséket, kakilni megtanító mesét, ami ugye arról szólt, hogy hogyan kakíjunk, illetve a kutya, aki utána járt, vagy a darázs, vagy a pók, vagy nyújt, az, aki utána járt, hogy kitolt a fejére, 3 perces kaki mese gyerekeknek. A vakon, aki tudni akarta, hogy kitolta le a fejét. És hát újabb mese gyerekeknek, kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok róla, mert érdekes a dolog, egy Jeffrey A. Mize nevezetű emberke azt gondolta, hogy szeretné a gyerekekhez közelebb hozni azt, hogy fogadják el, hogy a mai világban igenis már szembe jöhet velük egy meleg pár, egy leszbikus pár, hogy láthatnak olyat, hogy két férfi fogja egymás kezét, hogy két nő csókolózik a parkban, és ezért írt egy mesekönyvet nekik, aminek a címe, nem is tudom egészen pontosan, A herceg és a barátja, vagy mi a címe? Jóképű herceg. A herceg és a herceg. A herceg? Nem. És a herceg. A herceg és a kincs. A herceg, herceg. A herceg és a kincs, megtaláltam. A herceg és a kincs, ez a cím. Az, hogy mi a kincs, azt nem tudjuk, mert nem olvastam el csak a mese történetét, de hogy a herceg talál valamit, vagy rájön útközben, hogy kincset talált, erről szól a mese. A cím alapja még nem gyarakszol. A cím alapja hát még nem. Tehát az alapján simán tenném otthon a kosárba. Már nem otthon, hanem a könyvesboltban, úgyhogy gyereknek kellene. De. Az író egyébként egyetemi professzor, aki saját maga szerint is meleg, és a Hír 24 csinált vele egy interjút, amiben az író kifejti, hogy gyerekkorában mennyire hiányolt az ilyen meséket, mert már nagyon kicsi korában rájött, hogy ő sosem fog egy hercegnőt feleségül venni, de hogy mégsem találkozott olyan mesével, ahol egyébként herceg veszel herceget. Mi a sztori? Tehát az író meleg akkor? Az író meleg. Aha, jó. És saját maga által is bevallottan. Tehát igen. Nem csak mások állítják. Aha. Nem, ő elmondta, hogy meleg, igen. Ellenállt a hercegnőt, elrabolja egy bosszorkányszerű öreg nő. Ez eddig klasszikus. Eddig olvasod a gyereknek, és azt gondolod, hogy milyen jó mese, a gyerek találkozik a bosszorkányon. Két herceg, egy vitéz és egy könyvmoly elindulnak, hogy kiszabadítsák Ellenállt a hercegnőt. Egy vitéz és egy könyvmoly, nyilván a másik herceg sokat olvas. Ekközben rájönnek, hogy egymást szeretik. Aha! És ott hagyják a francba Ellenállt. De sajnos egyetlen lovat találnak az istállóban, úgyhogy ezen indulnak. Rájönnek, hogy egymást szeretik, és a földkerekség legnagyobb kincsének titulálják ezt, hogy ők egymást szeretik, és nem a hercegnő keze már a földkerekség legnagyobb kincse, és a fele királyság, hanem az, hogy ők rájönnek arra, és ezért a herceg és a kincs, hogy a legnagyobb kincs, hogy ez a két ember egymást szereti, kiderül,
hogy minden főszereplő homoszexuális, és a hercegnő egyébként leszbikus. Hiába is mentek volna. Ha megmenteni, tök fölösleges lett volna, tehát jól érzi magát a boszorkánnyal. Jól érzi magát a gonosz boszorkánnyal, aki lehet, hogy nem is annyira gonosz. Rufus király pedig a legtoleránsabb uralkodó, akit nem zavar, hogy a lánya leszbikus, nem zavarja, hogy két helyes meleg pár jön, mert vagy Rufus egy meleg király pár. Rufus király nem identitását nem tudjuk. De a dolog érdekes, és a sztori, amit te vidáman olvashatsz a gyerekednek egyébként, mert melegül is magyarul is megjelent, templomi esküvővel zárul, ahol a két herceget egy pap összeadja. Na, itt a háttérben az elérzékenyült családtagok. Na, hát szülőként vitassuk akkor ezt meg. Ki ellenzi, kinek tetszik, mit gondolunk erről? Akarsz ilyet olvasni a gyerekednek? Jó-e az, hogy ilyet olvasol? Félig meddig humorizálunk, aztán felhívunk majd valakit, őt már komolyabban. Vekerdi Tamást is megkérdezzük, hogy neki mi a véleménye erről, mégis egy gyermekpszichológus, és hát megkérdezzük majd, hogy jó-e az, hogy ilyet olvasunk. Egyáltalán ő, mint gyerekpszichológus, mit gondol erről, de előtte kicsit humorizáljunk, vagy félig komolyan. Hát ki mit gondol? Én ugyanúgy vagyok ezzel, mint a Cookie Nuni dallal, talán emlékeztek még rá, én azt is megmutattam a srácoknak, én simán elolvasnám ezt a dolgot, mert pontosan azt gondolom, hogyha nem beszélünk róla, bedugjuk a homokba a fejünket, attól nem leszünk jobbak, vagy hogyha látsz egy párt, egy homoszexuális párt az utcán, és akkor az van, hogy a gyereknek megpróbálom, hogy nézd, nyalóka, gyere, menjünk, nehogy megkérdezze, hogy a bácsi meg a bácsi miért fogja egymásnak a kezét, akkor szerintem ez egy tök jó irányvonal ebben, hogy mesén keresztül mutatod be a történetet. Szóval én nem találok benne egyébként semmi kivetni valót, az elérzékenyült családtagok a háttérben, az nyilván érdekes dolog ez a lefestése az ügynek. Én azt mondom, hogy szerintem teljesen nyugodtan lehet ilyen mesét olvasni a gyereknek. Előbb-utóbb úgy is meg fogja kérdezni, nem? Mi mondjuk elég liberális szellemiségben neveljük otthon a Virágot, egyébként is szombaton vettük meg a Csipke Józsikát és a Királyfi és a Hét Törpét, úgyhogy nálunk... Csipke Józsika! Nekünk ezzel nincsen különösebb probléma. Jó, ketté kell választani a dolgot. Nem szabad belekeverni azt, hogy az ember szereti, vagy nem szereti a melegeket. Tehát, hogy ezt tényleg nem szabad összekeverni. Az ugye nagyon sok homofób ember él még mindig Magyarországon, ami szörnyű egyébként, tehát kimutathatóan egyébként a melegek elfogadása Magyarországon, a szörnyű statisztikákra jutunk. Itt most mi látom már az SMS falon, hogy a pokol tüzén égünk el mi is idézőlesen, és rohadjunk meg, hogy ezzel foglalkozunk, és egyébként minden meleggel mit csinálna a hallgató. Tehát ezt nagyon külön kell választani, és szerintem, ha valaki erre nemet mond, azt is szögezzük le, mert én szerintem például nem kell ilyet olvasni a gyereknek. De mindjárt elmondom azt is, hogy miért. De nem azért, mert én vagy az, aki ezt a mesekönyvet elutasítja, az homofób lenne. Nekem nagyon sok meleg ismerősöm van, nagyon sok meleg barátom van, olyan közegben dolgozom. A média lehet tudni azért, hogy ott is nagyon sok meleg van, soha semmilyen rossz tapasztalatom nem volt velük. Kedvelem őket, nyitottak. Nekem nincs bajom a melegekkel. Sőt, de azt gondolom, hogy nem feltétlen kell szerintem a gyereknek ilyet olvasni. Tehát, hogy annyi minden van, amiről a gyereknek olvas. Tehát, hogy néz ez ki? Te olvasol erről a gyereknek, ő ezt beépíti, és majd, ha látja, hogy két meleg, leszbikus lány csokolozik a Margit szigeten, akkor azt mondja, ja, apa olvasott nekem erről, ez tök természetes? Igen, én pontosan ezt gondolom, tehát a mesében, ugye, mint hogy egy csomó dolgot megtanulsz a meséből, mi a jó, mi a rossz, merre felé kell menni, hogy kell csinálni az életedet, úgy az életed egy ilyen részével találkozik ebben a mesében, és azt mondja 2, 3, 4, 5 évesen, hogy ő ezt elfogadja, hogy a két királyfi rájön, hogy nem a lányt kell megmenteni, hiszen ott állnak egymás mellett, mint két kőszikla megfogva egymás kezét, érted? Akkor már, ha azt látja, azt mondja, ja, persze, hát ilyen mesét is olvastunk. Én szerintem ez sokkal árnyaltabb, hogy a gyerek nem is az, hogy ráér, de hogy a gyerek szerinted attól lesz elfogadóbb, hogy anyutól hallotta, hogy van a jó Csipke Hózsika, vagy Csipke Józsika, vagy a Hótehénke és a Hét Törpe, és Hótehénke egy fiú, egy pásztor fiú, és találkozik a Hét Törpe. Hóbika és a Hét Törpe. És a Hét Törpe kedveskedik Hótehénkének, a meleg pásztor fiúnak. Én most ott van a rendíthetetlen ólom katona sztori, érted? Hát abban is miért nem lehet, hogy az egyik katonatársába szeret bele. Ott, mert ott ugye a táncos nő, a papírmasé táncos. Aki ebben az esetben egy táncos lenne. Vagy egy táncos, így van. Hát most miért egy ne lehet? Egy férfi táncos. Szerintem segíten. Szerintem segíthet az, ha a gyereknek olvasol arról, hogy mit jelent a szegénység. A gyereknek segíthet az, ha olvasol arról, hogy milyen az, amikor van mondjuk egy beteg gyerek valahol, és akkor ő ezt elfogadja jobban az óvodában. Én már nem hiszek, hogy te gyereknek elolvasod a Herceg kicsi kincse című filmet, és ettől elfogadóbb lesz. Tehát az elfogadás az nem ott van, ami a szülőben van. Tehát, hogy te nem a
nem a mesével, hanem sokkal közvetlenebb formában a viselkedéseddel, a melegpár észrevételével és annak megmagyarázásával, a reakcióddal tanított valamire a gyereket. Tehát, hogyha te elolvasod ezt a gyereket, ezt a mesét a gyereknek, de utána valahogy mégsem érzi rajtad, hogy ez természetes reakció lenne, akkor a gyerek leveszi, hogy hazug képet közölsz, nem? Nem fogod elolvasni neki, ha te magad nem fogadod el. Érted? Tehát aki homofób, aki ellene megy ennek a dolognak, nem is fogja elolvasni. Tehát valószínűleg az a szülő fogja ezt elolvasni, aki maga elfogadó, azt mondja, hogy ez van természetes jelenség, fogadd el. Én neked nem kell így élni, de ha látsz egy ilyet, nagyon elfogadó és toleráns típus vagyok, de én például nem venném meg ezt a könyvet. És megmondom, miért. Azért, mert én nem akarok a gyereknek ismeretterjesztő céllal vásárolni mesekönyveket. Mm-hmm. Nálunk vannak bizonyos normák, amiket a gyerek elsajátít, úgyis, hogy ugye látja, hogy mi milyen formában élünk. Mi ugye nyilvánvalóan egy hetero pár vagyunk számára, ez a természetesen egy mesekönyvet azért veszek meg neki, hogy szórakoztasson, nem pedig azért, hogy felvilágosítsa. De hát később modelleket, viselkedést, elfogadást, történeteket. Na és mi a helyzet az erőszakkal? Vagy pedig a mostanában nagyon divatos modern mai mesékben a csúnya szavakkal. Én annak egyáltalán nem örülök például. Tök érdekes egyébként, amikor valaki azt írja, hogy ezt nem tudja elfogadni, de a mesékben túlburjánzó erőszakot. Hát igen. Persze, az is van benne. Szóval igen. Én ismeretterjesztő céllal nem vennék egy ilyet, mert a gyereknek úgyis lesznek kérdései. Betüremkedik az ő kis életébe a tévéműsorokon keresztül, a rádióműsorokon keresztül, innen, onnan, amonnan, iskolából. Úgyis ez a téma felteszi majd a kérdéseit, a korának megfelelő kérdéseket, és akkor én azokra válaszolni fogok. Ezért nem veszek meg egy meleg mesét. Sok szülő azt kérdezi, hogy te tereled ezzel arra a gyereket, aki mondjuk fél attól, hogy a gyereke meleg lesz, bár hát ugye a szülői szeretet elvileg feltétel nélküli, tehát neked ettől nem szabad félni, vagy ha félsz is tőle, akkor ugyanúgy el kell fogadni. Tehát tereled erre, és felhívod valamire a figyelmét, aha, amiről a gyerek egyébként eddig nem is tudott, és azt mondja, ilyen is van, bemegy az oviba, bemegy az iskolába, vagy az genetika, vagy az otthon látja, vagy elfogadtatod vele. Szerintem ez is egy érdekes kérdés, hogy megkérdezzük a Vekerdit, hogy ezzel kvázi kiemelem, és felhívom a gyerek figyelmét arra, hogy ilyen is lehet, vagy azért ahhoz több kell, hogy mondjuk később a gyerek. Nyilván nem minden nap ezt a mesét olvasod, aha, a gyereknek, de szerintem, ha egyszer ezt elolvasod, és van három kérdése a gyereknek, akkor talán az elfogadásban egy kicsit közelebb vagy. Hát akkor ne olvassunk neki Piroska és a farkast se, ezzel már megint visszatérhetünk ugye a régi témára, hogy a régi mesékben is fölvágja a hasát, kiveszi belőle a családot, a összevarja, követ varsz egy állat hasára, bevarod és beledobod a tóba. A gyereket ez nagyon sok szorongást old az ilyen típusú mese. Azt már nagyon sokszor lekutatták, hogy az, hogy gonosz elnyeri méltó büntetését, hogy Jancsi és Juliskába boszorkány meghal, az gyerekben nem hogy szorongás kell, szorongást old. Tehát hogy mi gyúrán felnőttként ezt túldimenzionáljuk, úgyis a gyerek mennyire fél neki, ez pont az, hogy a gonosz elnyeri a méltó büntetését, tehát kvázi nem kell félni. Tehát, hogy ettől szerintem nem kell tartani. Egy régi mesékanyúk volt, és az utolsó oldal ki volt belőle szakadva, nálunk csak odaig volt, hogy megette a nagymamát. És akkor nem volt fel az esély, de nálatok a meseolvasás úgy nézett ki. Apa, Jani vagyok, olvas nekem, és itt megadta, nem, hát köszönöm, apa. Most már lekapcsolhatod. Megyünk a hétvégén a nagymamához. Lekapcsolhatod. Na, kérdezzük meg valakit, aki sokkal jobban ért, ha hallgatóinknak van kérdése, küldjetek el nekünk nyugodtan, hogy jó-e ilyet olvasni, nem jó, megkérdezzük Vekerdi Tamást, aki már itt is van velünk. Jó reggelt kívánunk, doktor úr, jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Doktor úr, látta ezt a könyvet? Olvasta esetleg, kezébe került már, vagy hallott róla? Nem láttam, nem olvastam, hallottam róla. Hallott róla, olvasott róla. Na, kíváncsiak vagyunk, itt laikusként megpróbáltuk megfejteni. A Feri azt mondja, hogy olvashat ilyet az ember a gyereknek, ettől a gyerek elfogadóbb lesz. Én azt mondom, hogy sokféleképpen lehet a gyereket elfogadásra tanítani, nem feltétlen kell mondjuk 6 évesen leszbikus meleg párokról olvasni a gyereknek, de nem azért, mert az ember homofób, hanem mert azt gondolja, hogy talán nem ezen modell által lehet ezt jól átadni. Mit gondol, doktor úr, hogy mi a jó, vagy kell-e ilyet olvasni a gyereknek, mondjuk 5-6 évesen leszbikus meleg párokról, mese formájában? Hát két dologról van szó. Egyrészt a mese jó esetben művészet. Cselekményekről mesélünk, mióta az ember az ember, mesél egymásnak, emberekről, istenekről, állatokról, tábortűz körül, regényformában, stb. Mesélni jó. Na most, mivel a mese művészet, ezért nem lehet neki direkt célkitűzése ideológiákra, felfogásmódokra és egyebekre, hogy úgy mondjam, nevelni. Ez magától van benne, ha ilyet kitűz, ilyen direkt nevelést,
akkor már problematikus, bármilyen irányban. Goethének van egy mondása, valahogy úgy szól, hogy man merkt die Absicht und wird verstimmt, vagyis az ember észreveszi a szándékot, és lehangolódik. Na most ez, tehát én úgy gondolom, hangsúlyozva, hogy nem olvastam a mesét, hogy ilyen mesékre, vagy bármilyen olyan, akár erkölcs nemesítő mesére, aminek tanulsága van, és levonjuk a végén a tanulságot, semmi szükség nincs. Az igazán jó mese a maga rohanó cselekményében hordozza a tanulságot. A legkisebb királyfi, akinek a mentéje is rongyos, csak egy gebe jut neki, hogy a bátyai után menjen vele, persze erről kiderül majd, hogy táltos. Tehát ez a legkisebb királyfi bemegy a bozótba, és kihúzza a medve talpából a tüskét, és majd a medve is segít rajta, de nagyon nagy hiba volna azt mondani, hogy segíts másokon, hogy rajtad is segítsenek. Ez, hogy úgy mondjam, szintiszta önzésre nevelne, azért segíts, hogy majd rajtad is segítsenek. Nem kell levonni ilyen tanulságokat. A jó mese, a jó művészet magában hordja a tanulságát. Tehát irányított művészet nincs, vagy ami van, az rossz. De doktor úr, nem is tanul belőle a gyerek, elnézést, hogy a szavába vágok. Tehát ön azt mondja, hogy nem kell tanítani a mesének, de nem tanul a gyerek. Vagy fordíthatunk egyet rajta, hogy azt mondjuk erre a mesekönyvre, hogy nem is kell ilyet olvasni. Tehát ha egyszer az ember elolvassa... Nem kell olvasni, és akkor ide tartozik a másik fele annak, amit gondolok, mondani akarok. Nem ilyet nem kell olvasni, semmi olyan mesét nem kell olvasni, ami valamire tanítani akar. A mese gyönyörködtet. Na jó, de a jó, a rossz fogalmát, a elnyeri a méltó büntetést, hát azért azt mondják, hogy ezt a, nem, az érzelmi nem, intelligencia... Nem, magától van benne. A mesében. Magától van benne, mint a nagy művekben általában. Tehát a háború és békében is magától van benne. Nem attól, mert erről akar ideológikusan kioktatni minket Tolstoj. Tehát ez egy nagyon fontos különbség. Na, de még egyet itt nem lehet szó nélkül hagyni, különösen a mai magyar homofób társadalomban, hogy tudomásul kell vennünk, hogy valamennyien kétneműek vagyunk már testileg is. Bennünk van a másik nem hormonja is, kisebb mennyiségben. Ezért az öreg néniknél, mikor csökken a saját hormontermelés, esetleg szakál ütközik ki. Jó, doktor, mert... picit már elkanyarodtunk, bocsánat, nekem muszáj közbevágnom, mert már picit elmentünk. Hogy, igen, hogy mondjuk 5-6 éves, 8 éves a gyerek lát mondjuk egy leszbikus párt csókolozni. Mi a jó szülői magatartás? Nyilván nagyon sok szülő ilyenkor kétségbe esik, nem tudja, hömmög, eltereli, zavarban van, holott mondjuk nem azért, mert homofób, hanem mert nem tudja egyszerűen a helyzetet kezelni. Hogy azt fogadtatom el a gyerekkel? Igen? Ezek a nénik egymást szeretik, ez a válasz. A gyereknek mindig igazat kell mondani, de rendkívül egyszerű formában. Ennyi. Tehát a gyerek megérzi, hogy a szülő önazonos és nincs zavarban, és akkor természetesen veszi a hümmök, ha eltereli, ha rosszat mond, ha hazudik, még ha észre sem veszi, azt a gyerek leveszi, és zavar lesz benne tulajdonképpen. Pontosan. Így lehet lefordítani, nem? Így van, ez így van. Tehát mindig a legőszintébbet, a legegyszerűbbet kell mondani a gyereknek, mert sok szülő tényleg félrettől, hogyha a gyerek kérdezi, hogy két bácsi, két néni, hát mondhatjuk lassan a klasszikus modell már a legkisebb számban felelhető családmodell. Elvált szülők, egy apuka, egy anyuka, három gyerek, féltestvér, ma már a klasszikus apa-anya gyerek szinte a legkevésbé felelhető mondjuk egy óvodában, mint családmodell. Sajnos vagy nem, hát ezt mindenki döntse. De mégsem készítenek olyan meséket, amik arról szólnak, hogy volt egy királyfi, aki elvált szülők gyereke volt. Pedig az milyen hasznos lenne. Tehát a szülői természetességet mondja a doktor úr, hogy ez a legfontosabb. Most ez egy másik dolog, hogyha olyan könyvek vannak, amelyek a való életet ábrázolják, abban az értelemben nem tendenciózusan, hogy tanuld meg, hogy az elvált szülők gyereke így meg úgy, hanem egyszerűen leírnak egy családot, amelyben elvált szülők vannak. Ez az biztos, hogy segít, nem csak a gyereknek, a felnőttnek is segít abban, hogy saját élethelyzetét jobban megértse, jobban elmélyedjen benne. Tehát semmi kifogásom az ellen, hogy ilyen dolgok ábrázoltassanak. Én csak azt mondom, hogy a nevelő, tanító szándék az fölösleges. A gyerek majd megtanulja. A szülői természetesség sokkal fontosabb. Doktor úr, hasznos volt, köszönjük szépen, jó munkát kívánunk, örülünk, hogy beszéltünk. Köszönjük szépen!
Viszont köszönjük szépen, Elvekeri Tamás gyerekpszichológussal beszélgettünk. Na, akkor mégse olvassuk. Jó, hazamegyek, összetépem a piros tűzoknyámmal. Nem. Hát olvasd, mert én azt gondolom, hogy pont azzal üzened azt, hogy ez elfogadott, köszönöm szépen az SMS-eket. De nem, figyelj, nem, a homofób hallgatókkal nem kell foglalkozni. Igen, tehát hogyha arról szólt volna, hogy két királylány szeret egymásba, és nincs benne meleg fiú, akkor biztos többen. Figyelj, ilyen téren a férfiak a legálszentebbek. A legeslegálszentebb a férfi társadalom. A leg... A baromi homofób, ugyanakkor a két nő csóklózik, ez milyen gyönyörű. Ugye? De azért, hogy belegekkel viszont meg kell ölni. Ez akkor a barmok egyébként, de tényleg. Tehát, hogy szörnyű, hogy még mindig ez a gondolkodás. Hát sajnos ezzel nem nagyon tudunk egyébként mit csinálni. Én nem fogok neki ilyet olvasni, de semmi bajom, máshogy fogom ezt én a dolgot. Én mondjuk szakállás nőkről sem fogok neki olvasni. Tessék? Amit ugye felhőtettem. Szakállás nőkről. Na, viszont egy vidámabb vizekre evezzünk, nézzünk meg klasszikus magyar meséket, hogy lehetne akkor átformálni, jó? Segítsünk Ferinek, aki minden este ilyet szeretne olvasni a gyerekének, hogy klasszikus meséket nézzétek meg, hogy lehetne befejezni, mi lenne a címe, mi lenne a történet vége, és hogy lehetne nagy klasszikus mesékből olyan példaértékű, a homofóbiát elutasító, illetve a melegséget és a leszbikusságot megismertető meséket gyártani, hogy Ferinek a következő 365 napra legyen mit olvasni. Forró fürdő, forró mesék. Tehát milyen meséket tudnátok átalakítani, nagy klasszikus meséket tessék átdolgozni nekünk, úgy, hogy ne a hagyományos vége legyen. Toy Story helyett, Gay Story. Például, várunk, jó? A kedvencük. SMS-eket, klasszikus mesék átalakítva. SMS számunk 06-70-645-0000. Jövünk Ákos hírei után. 3.9 lesz 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sebestyén Balázs vagyok. Én Vadon Jani. Hello, azért, én meg nézem őket. Azért készítjük ezt a műsort. Mert szeretünk igaz témákat, igaz gondolatokat igazi műsorvezetőktől adni. Mert a közös műsorkészítés szerintünk az összetartozásról, a barátságról és a szerelemről is kell, hogy szóljon. Fussatok bele a lemenő napba. Mi ez a meleg reklám, Feri? Direkt gyerekek, témához készültem. Sziasztok. Hello. Itt forró leves. Azt mondták, állatok forró leves, nem? Kell csinálni. Kedves lesz. Majd ma újra csinálom, jó? De jó, mert állatok forró leves, ahogy hallom. Mi mindenkit várunk, látod? Mi nyitottak vagyunk, pap. Ennyi. Mi nyitottak. Nagyon szeretjük a reklámodat. Na, arról beszélgetünk, hogy... milyen az, amikor alternatív befejezést adunk egy olyan mesének, ami ugye nem meleg mese, mert hogy meleg mese olvasható már az interneten. A Herceg és a Kincs, ezt egyébként egy Jeffrey A. Mice nevezetű menedzsment és szervezés elmélet oktató egyetemi professzor írta, aki azt mondta, hogy elég a hetero mesékből, tessék meleg meséket írni, és a herceg, két herceg elindul, és végül nem a királynőt szabadítják ki, hanem rájönnek, hogy egymást szeretik. Összeházasodnak, és ez ma már bárki által letölthető, olvasható a gyereknek, ha valaki úgy gondolja. De srácok, azért mondjuk egy picit ott megvicsoklik ez a mese, hogy hát valójában oké, összejönnek mindenek, aki szabadítanak már a szerencsétlet. Tehát olyan félúton meggondolják magukat, hogy... Nem olvastad még a mesét, lehet, hogy kiszabadítják. Nem hagyják ott. Lehet. Igen. Nyissák ki. És arra azt kértük hallgatóinktól, hogy ha már meleg mese olvasható, akkor címezzék át, vagy nevezzék át a nagy klasszikus magyar meséket úgy, hogy az más típusú befejezés, más értelmet nyer, és más lesz a vége, adjanak neki más címet. Nyilván van egy-kettő, ami beolvashatatlan, de nagyon szellemesek jönnek. Hogy csinálnánk rendes, hétköznapi magyar híres hetero mesékből meleg meséket? Ha már ugye meleg meséket lehet olvasni az interneten. Hát a Jancsi és Józsika az ugyan te ígyesen abszolút nagy klasszikus. Feri, olvass el otthon a Rudas Matyit, aki háromszor paskolja el Döbrögit. De nem, ez nem úgy van. De nem büntetésből. De nem büntetésből. De semmiképpen ne hagyjátok el a hamupopókát sem. Igen, Balázs, tudtam, hogy velünk vagy, üdv a körzeti vízorral olvasó. Ennyi. Na, nézzük az SMS-eket még, mik jönnek. Noszti fiú esete a Tóth Ferivel. Szeret. Egy nagy magyar klasszikus. Igen, nagyon szeretjük a Csipke Popsikát is. Alternatív befejezés. Aztán, ugye nagy klasszikus, kicsit átformálva, Tom és Johnny. Vannak durvábbak, Alibaba és a 40 falloszt. Történetét olvasnám el. Nyilas Misi makkot kapott. Ez is alternatív befejezés. És ami nagyon jó, a meleg lófia.
Feri, van, lenne, ezeket mind viheted haza és olvashatod. Mind megvan? Persze. Igen. Marcsi és Juliska. Nagyon szellemes, Gábor küldte nekünk, vagy pedig Ancsi és Juliska kalandjai. Ezt is SMS-ben kaptuk. Na, hát ezek a nagy klasszikusok átdolgozva egyébként. Sokan egyetértenek ezzel, hogy kell a gyereknek olvasni, sokan felháborodnak. Szerintem egyébként ezzel az ég egyet a világon semmi baj nincs, a gyerek nem ettől alakul ki, hanem identitása. Nem? Fontosabb azt, amit a Vekerd is mondott, hogy te, mint szülő, hogy reagálsz erre, elítéled, elfogadod, segítesz ezzel a gyereknek, vagy nem. Sokkal több mindent vesz le szülői magatartásból a gyerek, mint hogy most esetem milyen mesét olvasol neki. Szerintem. Meg ez, igen, tehát ez a szimpatikus hozzáállása. Az élet úgyis dobja a kérdéseket egymás után, ha kell, ha nem. Úgyis hazajön a gyerek és megkérdezi, hogy ez vagy az miért úgy van. Természetesen kell válaszolni, nem kell nagy feneket kelteni a dolognak, és akkor nincs gond. Na, játsszuk egyet, hármas ugrást, már itt is van a játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Szia! Hello! Halló, jó reggel! Halló, jó reggel! Sziasztok, fiúk! Betty! Hello, Betty! Sziasztok, hello, Balázs! Hello, itt a Feri, Jani is, mindenki itt van. Hello! Így van, sziasztok! Betty, honnan hívtál minket? Marceliból. Marceliból mit csinálsz? Marceliból. Hát cukrász vagyok. Cukrász vagy. Jelen pillanatban is dolgozom több kis tanuló csajjal. Tanítod őket ezek szerint? Igen. Az jól hangzik. Mit csináltok most konkrétan? Még egyszer a kérdésem. Mit csináltok most konkrétan? Most mindenki engem figyel. Milyen sütemény előkészületeit hagytátok abba? Hát puncselet, gyümölcsös szelet, dominó. Illetve ami lesz belőle. És ami lesz belőle. Igen, amit a gyakornokok csinálnak belőlem. Hát Janit már itt leverte a hideg víz, a púzuszámon sem elkerült. Ezek jó sütik, Janit, ezek rendelre. Ő már enni a sütit. Igen. Hányan vagytok, Betty, kik segítenek neked? Hát heten vagyunk, azt hiszem összesen. Heten összesen velem együtt. Igen. Heten vagytok. Jól van, Jani, milyenek a kérdések? Szerintem nagyon barátságos hétfői kérdés, Sorocska. Ó, de szuper. Ugye heten biztos, hogy tudni fogja. Bízok be. Mehetünk? Igen. Na, így szól az első kérdés. Melyik mesefilm sorozat szereplői Szerénke és Lukrécia? Két lány macska. Frak. Két lány macska, így van. Tessék, ebbe is benne. Frak a macskák réme. Így van. Menjünk tovább? Igen, mehetünk tovább. Így szól a második kérdés, sapkáért, sálért. Hányszor lett olimpia bajnok a magyar vízilabda válogatott Kemény Dénes vezetésével? Hányszor? Maga a válogatott Kemény Dénes vezetésével. Hányszor lett olimpiai bajnok? Azt mondja, 4. Is lehetett gyorsan, volna, de gyorsan jött, nem sikerült a negyedik. Sajnos. A negyedik nem sikerült, 3 a jó megoldás. A francban. Igen. Ő is ezt mondta, amikor a negyedik nem jött össze. Igen, igen. Pont ugyanezt mondta. Gondolom. Ki mondta a 4-et? Én. De mondtad? Senki nem tudta a választ. Mindenki látta a fejét, hogy nem tudjuk. Senki nem merte vállalni a felelősséget, hagyták, hogy te döntsél. Igen. Rám hagyták. Igen, abból nem lesz baj. Betty, nincs ajándékcsomag, ráadásul bumoz is a tudsz, mert hogy a második kérdés után... Igen, mert a második kérdés. Igen, bum, csak a harmadik kérdés után van, úgyhogy hát ez most így sikerült. Nem baj, köszönöm szépen a lehetőséget, jó volt veletek játszani. Nekünk is. Köszi a játékot. Köszi szépen. Szia. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Jaj, gyerekek, jók jönnek. Jön egy-két szellemes. Csak nem akarjuk már itt borzolni a kedélyeket, úgyis mindenki túl érzékeny. Mi van? Látod az SMS falat? Igen, Bogyó és Kanóca. Bogyó és... Hóferike is a héttörpe. Jó, ki szellemesek jönünk egyébként, tényleg szellemesek. Na, egy érdekes hírt találtunk hétvégén, megpróbálunk a hírek után utána járni annak, hogy igaz lehet-e. Állítólagosan egy Robert nevű olvasó, aki elküldte a délmagyar.hu-nak ezt a kis fotót, észrevette, hogy a szegedi panel lakásának fürdőszobájába lépve egy patkány nézett rá a WC csészéjéből. Gyerekek, ez... Ez
több szempontból megdöbbentő egyébként, leginkább azért, mert az ember nem gondolná, hogy leül kotlani, és farba harap egy patkány. Tehát sok mindenre gondolsz, főleg, amikor gyerek vagy, hogy félsz a póktól, félsz a szörnyektől, vagy kijön a fajancból, de arra, hogy valójában igazi veszélynek vagy kitéve abból a szempontból, hogy mondjuk beléd harap egy patkány, arra nem gondolsz. Ő lefotózta, mintegy kvázi igazolva az állítását, és elküldte ennek az internetes portálnak a fotót, és ott van tényleg a patkány a WC-ben. És azt tudjuk, hogy alulról jött, nem fölülről? Beleesett a tartályba. Már hogy fölülről? De mire gondolsz, a vízvezeték csöven. A tizedikkel laktak, és lyukas volt a tető? Igen, vagy mire gondolsz? Beesett pont a WC-kagylóba. Aha. Egyébként ez egy jó megoldás. Szeretem, hogy te mindig egy más perspektívából közelíted. Érted? Végig mászott a vízvezetéken, bemászott a... Nem, mondjuk följött valahol, följött a liftel. Alig várt, hogy legyen. Följött a lifttel, a negyedikre, vagy nem tudom, nyolcadikra, hanyadikon laknak, és egyébként ő ott mászkált, csak bemászott a WC csészébe, mert szomjas volt. Mondjuk nem rossz. Nem. Na? Jó, igen, igen, de nem. Igen, de nem. Én láttam már ilyet, de az Görögországban volt ez a pottyantós vonal. Ott engem konkrétan fogadott egyszer ez a látvány, benyitottam nagy bátran, életem első nagy nyaralása, hú, örülünk minden egyes izének, minden egyes pillanatnak, sokáig gyűjtöttem rá, egy éven keresztül, bementem, és ez az egyik első kép, ami fogadott lent a kempingben, benyitottam az ajtót, és éppen kimászott egy patkány. És mondta, hogy már foglalt neki. Féljetek, én lehidaltam tőle. Én amúgy is nagyon rettegek. Lementi hídba? Lementem hídba, ő pedig átment alatta. Érdekes, nem minden eszembe, hogy hidalja. Én gyerekkoromban is rettegtem. Hát félsz a patkányok felé? Ne, igen, hát érted, velük kellett megosztanunk minden egyes. Falatot kellett a szájuk. Fura, hogy 10 év alatt nem tudtál velük megbarátkozni, mert ők voltak a legjobb barátai gyerekkorodban. Tehát ez egy... Akinek kerti WC-je van, az tudja, hogy ez egy folyamatos para egy kisgyerek számára. Vagy volt. Régebben átélhetem mondjuk ezt az élményt Vikentelken, vagy azért, mert mondjuk nálunk például csak az volt gyerekkoromban, és amikor kimentünk este a sötétbe, akkor nekem ez egy folyamatos parám volt, hogy úristen, mi lehet ott alattam. Tényleg. Ezért 12 éves korodik pálenkába. De ezért mindig ráálltam a szélére. Mit csinál egy patkány? Élelmet keres? Vagy életteret növel? Vagy hogy mászik föl? Vagy mit csinál? Hát ott folyamatos víz van, nem? Vagy csak a víz leönti, se kell jönni, és ott egyébként üres a vezeték, vagy a csőjárat? A patkányok egyébként rettenetesen jól úsznak. Igen? De nem nagyon jól úsznak. Fölfelé úszik? Fölúszik? Hát szerintem mászik és úszik is. Tehát, hogy azért az a vezeték mindenfele elágazik, tehát, hogy azért nem lehet neki olyan nagyon bonyolult. A másik pedig az, hogy ott nincsen folyamatos vízáram, amikor pedig így átmegy rajta a víz, akkor szerintem, hogy ez csak néhány másodperc, az simán kibírja. Az a víz, ami a WC-ben látható, amikor csak igen, simán bemész, akkor az csak ott ebben a kanyarban van? Az nincs igen, végig nincs a csőben? Nincs végig, csak az van ez a vízzáró réteg benne. Hát jótól kérdezzétek egyébként, hát tudom, mert hogy elég komoly tapasztalatra tettem szert az elmúlt hetekben ezen a téren. Az csak abban a részben van. Az egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen szakzáró rész. Aha. És azon túl nincsen benne víz. Tehát folyamatosan soha nincs víz a vezetékben. Aha. Mert hogy a patkánynak be kellett másznia a csatornába lent. Igen. Az még oké. A csatornában mondjuk végigúszott, vagy van egy kis perem, végigment. Ott bemászott abba a csőbe, ami a társasházból jön ki. Azon fölmászott a nem tudom hanyadik emeletre, és még kimászott a WC, nekem annyira elképzelhetetlen, érted? Tehát annyi... Fura egyébként, mert te nem láttad az Anaconda című síkategóriás horror. Milyen jó film az, igen. Na felhívjuk Bocolit, megkérdezzük, ez hogy fordulhat elő, mit csinálja az ember, ha patkány talál a WC-ben. Ha van olyan hallgatónk, aki vízvezeték szereléssel foglalkozik, és el tudja neki mondani, hogy egy panellakásnak a budija, illetve a csőrendszer az hogy néz ki, mert láttunk különböző ilyen animált kisfilmeket, hogy ilyen S alakban megy a csőrendszer, folyamatosan, ugye, hogy ne folyjon vissza a víz, meg ne tudjon telítődni, ugye van egy fotó egy WC-ről, úgy néz ki, mint a félbe lenne vágva tulajdonképpen. Egy ilyen metszet. Egy ilyen metszet, és megmutatja ott, hogy megy a csőrendszer, hogy tudott feljutni a patkány. De mégis hát el tudja nekünk mondani, hogy körülbelül hány csövön kell keresztül menni a patkánynak, illetve segít az, hogy egyszerűen csak lecsukod a budi tetőt, és akkor azzal megvan oldva, mondjuk panellakásban lakszik, nem jön fel a patkány. Ha ráülsz. Hát igen. Gyere már, anyuk, tartsod már, mert nekem már melóznom kell mennem. Vagy azért ez milyen durva? Nézd már, mozog, nézd már, szemem van. Istenem, én veszek el. Nézd már, a farka van. Az iskolája, harap is. Mit tettél? Mari, nem kakáltam, szültem. Szeme van, megharapod az iskoláját. Hát mikor megettem, nem volt ennyire morcos. Azért az nagy flash, mikor szembenéz veled egy patkány, egy budival, ráadásul a lakásodban.
Úgyhogy megpróbálunk ennek utána járni drága Bodzolinktól, hogy kell ezt elképzelni, egyetem milyen kort terjeszt a patkány, és mit csináljon az ember, ha patkánnyal találkozik. A WC-ben ezzel foglalkozunk majd Ákos hírei után. 9 óra múlt, 11 perccel, szép reggelt kívánunk minden morning show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon, és folytatjuk az utolsó egy órát. Mi ez a durva hang? Sebestyén Balázs. Na azért. A műsort készítünk Jánossal, Ferivel, hiszünk abban, hogy ugyanazt adjuk át, mint édesanyám. Rohadékok vagytok. A barátságban. 10 után meg sem rendesre. És a közösség összetartó a erejében. A Viktor mondta, hogy ez ja, lesz. És még valamit elfelejtettem. A forró levesben. Forró és tartalmas. Nagyon jó egyébként. Szeretjük a reklámodat. Szeretjük a reklámodat, Feri. Nagyon, tudtam, nagyon jó. Tudtam, hogy ez lesz. Na, itt vagyunk, azt mondja, hogy figyeljen mindenki, utána jártunk, hogy mi ez a sok rendőr, és óriási közúti razzia kezdődött hétfőn, elsősorban a biztonsági eszközöket ellenőrzik, embercsempészeket és drogkereskedőket is keresnek, viszont a legfontosabb, hogy nézik a biztonsági övet, úgyhogy sok lesz a rendőr az utakon, a következő pár napban kössétek be magatokat, nem csak a rendőrök miatt nyilván, de figyeljen mindenki, rengeteg közúti ellenőrzés lesz, ez egy tudatos nagy razzia, és ez ma indult, úgyhogy mindenki vigyázzon még jobban. Milyen fura lett volna, hogyha azt mondják, hogy a drogkereskedőket és az embercsempészeket most békén hagyják. Igen, viszont a biztonság jövőre figyel. Igen. Sopronban mérnek a határ előtt, kis Boki küldte nekünk. Dormándon van egy baleset a 33-as főút és a 31-es kereszteződésében. Jardok már kint vannak és helyszínelnek, de a kamiontól nehéz elférni, kilátni. Szebb napot, a Szabolcs küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán van még egy-két trafink. A Megyeri hídon Pest felé Csengő írta nekünk, valamint most pakolják ki az új trafit az M7-es 133-as kilométer kövénél. Két készülék van kint, mindkét irányban mérnek, András üzeni. Megyeri híd felhajtó budai oldal elesett, Hofi küldte nekünk, és Örkény belterületén fotoznak. Csimuta üzente ezt nekünk. Köszönjük szépen. És 11-től tömik a fogamat. Kaptam időpontot. Király! Ezt viszont leszarom. Na, nézzük azt, de mi a következő téma? Nézzük, kaptál időpontot? Aha, hála Istennek. Na, jól kaptam az SMS-t, úgyhogy mehetek. Örülök neki, tényleg. Izgultam nagyon, hogy leszem a fogorvos. Reggel óta volt át a saját számát, hogy menj hozzá. Ez az egyetlen dolog tartotta bennem a lelket, az a mérhetetlen empátia, ami árad belőle. Reggel óta folyamatosan aggódom, hogy lesz-e fogorvosod, mert Istenem. Tudom, hogy hétvégén nagyon fáj, de most megnyugodtam. Ugye oda szóltál? Oda. Azért, ugye? Megmozgattam egy-két követ, felemeltem egy-két telefont, és lett 11 órára lett telefonod. Na, a délmagyar.hu-n egy érdekes cikket találtunk, egy valószínűleg a portált követő, vagy az újságot olvasó hallgató beküldte nekik, hogy patkányt fotózott a WC-ben, és azért ez megdöbbentő, hát az ember sok mindenhez hozzászokik a budiban, főleg ha nem takarítja, de ahhoz, hogy patkány nézzen szembe veled egy szegedi panellakás fürdőszobájában, azért ez mindenféleképpen ritkaság számba megy. Az erős, nem tudjuk, hogy jutott föl, hogy ért oda, hogy mászott fel, nem tudom pontosan hányadik emeletről van szó, második, harmadik, hogy a fenébe ér oda egy patkány, hogy jut föl, mi történik, ha nem hajtod le a buditetőt, egyáltalán hogy jut el odáig? Ugye, hát ez egy jó kérdés. Aki bejelentette ezt a délmagyarnak, az csinált is róla fotót, és tényleg gyerekek szeme van. Tehát nem arról van szó, hogy ez nem az, aminek látszik, hanem ez tényleg hogy ez az. Nem az, ennek szeme van, ott figyel a patkány, és hát azért képzeljük el azt a helyzet, élethelyzetet, hogy ráülsz, leülsz. Ugye azért ez egy kiszolgáltatott helyzet, a kis nadrágod ott van a lábad között, internet ezzel újságot olvasol, és egyszer csak hallod, hogy ugye a patkánynak van egy ilyen nagyon fura ilyen kis... Hát már miután kijött a vízből, de a víz alól nem hallod. Ezzel kell menni a fülethez. Jól hozom? Nem. Van egy nagyon érdekes hangja a patkánynak. Egyszer közös szobában aludtunk, pont ilyen hangod volt neked. Belenézel, vagy benézel a lábad közé, és azt látod, hogy ott egy patkány, vagy felállsz, készülsz lehúzni, és ott van. Hát ez mindenképpen megdöbbentő. Ijesztő is kicsit, ha mondjuk egy női olvasó, hallgató használja azért a budit, ott van egy patkány, hát kirohansz, letolnád rá. Miért nem fognál ki, nem mond már. Hát meglepődnék. Én azonnal öblítenék. Előtte elmormolnék egy gyors imád, szendömötör, most segít. Érted? És utána öblítenék. Hát másképp hogy szabadulsz meg tőle? Mit csinálsz, kiveszed? De mi van, ha rosszul látsz, és először nem hiszed el, hogy patkány, és kicsit elkezded noszogatni, hogy csak azt hiszed, hogy egy patkány, és büszke lehetsz rá, hogy ilyen vagy való. De egyből tudatosul benned, hogy ez egy patkány? Vagy segít az asszonyért, hogy nem állsz ki a papír alól. Vagy segít az asszonyért, hogy gyere már! Ezt én meg! Ezt nem fogod elhinni! Mozog!
Szóval mondta, hogy van ez? Mondta, hogy ez a össze minden. Megint, anyáméknál megint össze-vissza ettél mindent. Hogy a fenébe jut föl gyerekek a másodikra? A panel lakás, nem tudom, csatorna rendszerén keresztül na, felmászik? A csövön hogy megy föl? Hogy két oldal tartja a kezét meg a lábát? Miért? Ember is járt a Holdon. Ezek nyomós érek. Hogy jut föl? Ez nem egy függőleges csőrendszer, ami nem tud fölmenni? Ez egy ilyen S-alakban meghajlított, gondolom. A WC-nél van az S-alak, de utána a panelházban, meg az emeletes az házban az lefelé egyenes. Az egyenes. Hát ott valószínűleg az van, hogy ugye emeletenként azért mindenhol, ugye a lakásokhoz van egy ilyen vízszintes betoldás. Ott megáll, pihen egyet. Vagy valami íves. Igen. Igen, és ott még nem jön ki, de tovább mászik. Tehát, hogy miért nem jön ki az elsőnél? Már tizediken volt dolg, hát nem tudom, a felabusztusát. Ja, oda volt bejelentve. Nem tudom, tehát hogy szerintem nem mehet föl, de a kép tanúsága szerint meg mégiscsak. Igen. Mindjárt megkérdezünk egy vízvezeték szerelőt, aztán felhívjuk Bodzolit, hogy mi a fenét csináljunk, akkor, ha jön egy patkány, és szembenéz veled. Az ember veszélyes lehet, terjeszt, egy csomó kórokozó terjeszt, nem? Rengeteg mindent. Hát, szerintem gyakorlatilag ugyanúgy, mint ahogy bármilyen vadon élő állat. Tehát, hogy azért már a festistől nem kell tartanunk annyira, amit hogy a patkányoknak a bolhájt terjesztettek annak idén. Tehát ilyen direkt módon szerintem nem. Minden vadon élő állat terjeszthet valamilyen betegséget. Veszettséget, vagy mit tudom én, rühöt, vagy ilyesmi. Vagy ha megijed a patkány is belét harap, na? Meg ne felejtsük el, hogy ez a patkány... Seggen harap a patkány, igen, erre gondolsz? Ez a patkány útközben többször zuhanyzott. Hát, hogy ez egy kifejezetten tiszta patkány lehetett. Ez egy tiszta patkány. Te még lehúzod, vagy nincs, amikor nem megy le? Le. Lehúzod? Egy biztos, hogy lehúznám. Igen? Dolik. Persze. Hát, hogyha neki kényelmes volt fölfelé jövet, szembesülni, igen, a lefelé ürülő tartalommal, akkor szerintem ez már semmi. Lehet, hogy pont ezért. Yippie-yay! Érted? Lehet, hogy ezért csinált az egészet. Igen, ez neki, hogy hívják? Na itt van a Csaba velünk, aki vízvezeték szerelő, nyilván sok mindent látott már. Hello Csaba, jó reggelt! Hello, sziasztok! Szerinted szia. Lehet vagy nem lehet, hogy egy panellakás második, harmadik emeletén patkány nézzen szembe veled a budiból? Nem. Nem lehet, hát, ahogy, szerinted? Hát ahogy elmondtátok, úgy nem, hogy feljön a csőbe. A belsejében nem hiszem, most sok mindent láttunk már, de ezt nem hiszem. Hát de miért hazudna az, aki ezt a fotót elkészített? Tehát bedobta kívülről? Hát az egy S-alakú csőrendszer. Figyelj, vannak a panelban függőleges trangok, úgymond, és akkor ezek a bekötések mennek minden lakáshoz, ott van vízszintes bekötés, ahogy a Jani mondta. De szerintem feljött belül a strangon belül, és vagy a szellőzőn, vagy valahol ott bejött, és gondolom bemászott a WC-be. Tehát a csövön belül, a függőleges csövön belül nem tud közlekedni a patkány, azt mondod. Tehát az annyira sima, nem tud megkapaszkodni. Nem, főleg ezek az új... PVC csöveken ott nem. Meg hát gondolom, tudjuk, hogy milyen volt a panelháznak a csőrendszere. Hát a régi Eternit csövön lehet. Aha. Ez a... Uh-huh. Mert ott lehetnek, bocsánat, hogy szabadon meg lerakódások, igen? Ilyen vízkő, meg ilyesmi az Eterniten, meg eleve az érdese felület is. Igen, azon talán. De hát gondolom azért egy ilyen panelban, meg főleg sűrűn van öblítés, addig mit csinál? Na, ugye? Tehát az azért csak levinni hát, valami. Olyan van, hogy a szomszédtól átjön? Tehát amikor a szomszédnak van bemászik a csőrendszer, és azon keresztül érkezik meg hozzám? Igen. Vagy a szomszéd, vagy aki beküldte, annak azért lehet voltak ott higiéniai problémák a lakásban. Az milyen kemény, hogy valahol lehet, hogy a panel lakásokon belül az egyik hát lakásban persze. Bemászott. Ja, nem? Annyira és akkor, koszos. Így van. És akkor átment egyik lakásból a másikba, aztán ott megszomjazott. Ti gondolom találtatok már azért durva dolgokat, nem? Meg hívnak benneteket, ha menj, beesik, ki kell szedni, keresni kell, nem? Igen. Igen, van egy-két konkrétum, amit elmondhatsz? Hát, a női. Ja, most dolgok, nem arra gondolok, hanem gyűrű, tudom. Mit tudom én, fülbevaló, tehát egy ilyen dolgok. Nem, én inkább másra gondoltam. Ja, nem, az abban nem is. Hallókészülék, távirányító, ilyesmit találtatok már? Telefon például, ha valaki a hátsó zsebében tartja, leül és beesik. Nem. Ilyeneket nem. Jó, tehát azt mondod, hogy szerinted ez nem lehetséges. Nem, abszolút. Aha. Hogy hát nagyon kevés az esély, hogy belüljön föl, tudod? És akkor van a WC-nek egy bűzzárója, amin keresztül azért nem hiszem, hogy azon keresztül átlavírozott. Aha. Jó, hát feltételezzük mi, hogy a kép igaz, tehát senki nem hamisította meg. Persze, de azt nem kívülről ment be. Kívülről. Aha. Na megkérdezzük mindjárt Bodzolit, mit kell csinálni, az ember patkánnyal találkozik. Köszi, jó munkát neked, ciao. Oké, sziasztok. Hello. Azért egy hallgató, hogy volt egyszer egy olyan műsor, dáma van gyerekek, dáma van. Dáma? Hogy az egyik ismeretterjesztő csatornán egy olyan
film volt, amiben a mamzert a pottyantós vécében a lyukon keresztül akarta lehúzni egy óriás kígyóp. Az az anakonda. De hol történik ilyen? Jó, de a pottyantós vécében oké, tehát ott azt még bármit elhiszel. Az Amazonas partján épült egy társasház, bement a mammer és lehúzt egy anakonda, vagy az hogy jut oda egy anakonda? Azért ezt ne fogadjuk el késztényként, nem? Hogy egy turkevé panellakásban a mamát lehúzta az anakonda. Ugye a teste úgy működik, mint gyakorlatilag, ahogy egy kígyó közlekedik, ez nem úgy közlekedik, mint egy patkány, mert ugye a test egy izomköteg gyakorlatilag, és akkor ahogy mozgatja ezt az izomköteget, úgy halad előre, tehát nem mint a patkány a négy kis lábával. Vagyis nem lehet? Vagy lehet. Egyébként más szempontból se lehet szerintem, de hát hogy nem csak azért, hogy közlekedik, igen. Na megkérdezzük Bolzolit, hello Zoli, jó reggel. Hello, sziasztok, jó reggelt. Te csináltad a fotót, fogadjunk, hogy valami de, legyen de, megint én azon gondolkozom, hogy hogy lehet ilyen szerencsés a hölgy. Én drága pénzért veszem a patkányokat ugye az állataimnak eleségül tenyésztőktől. Ennek még a csapból is patkány folyik. Hát mondd meg. Mit csináljunk? Ülünk a budin, találkozunk egy patkányal, mi a legjobb? De ilyen nem lehetséges, hogy ez feljön valahonnan, tehát ez biztos, hogy nem. Ez valószínűleg, hogy már bent lehetett a lakásba, és ment inni. Valószínűleg is pont akkor látták meg. Hát ha találkozunk, azt tudni kell, hogy a sarokba szorított patkány azért azt támadhat. Én már láttam furcsa helyzeteket, támadnak a patkányok. És hát egy biztos, hogy el kell állni a menekülési út, tehát, illetve a menekülési útvonal, hagyni kell neki, hogy hagyj meneküljön el. És semmiféleképpen ne próbáljuk meg úgy közelíteni, majd megfogjuk az állatot, mert akkor viszont támadhat, és elég csúnya sebeket tud ejteni a patkány hatalmas fogaival, és fájdalmas is, nem beszélve azokról a kórokozókról, fertőzésekről, amiket hordoznak, ugye bizonyított tény, hogy a pestista patkányok terjesztik. Igen, de még a mai napig egyébként most olvastam, hogy valahol én nem is tudom, harmadik kerület ártér, és egy ember panaszkodott, hogy miket kaptak el a patkánytól, hallgattam. Igen, rengeteg fertőzés. Rádió műsor, nagyon érdekes persze. Volt, igen. Ő ott a patkányokra fogta, hogy ártéren van a lakása, és hogy ennyi betegség, és hogy kiket perelt be, és hogy felfedezték a testében, nem tudom hány korokozó mellett a pest is. Igen, nagyon érdekes. Ez csak volt. Egy rossz PR, mert ugye a patkánynak a bolháit terjesztik. Ez olyan, mint hogyha kapsz le mondjuk egy levélbombát, és azt mondod, hogy a postás. Éppen világítottad meg. Hagyj vigyen meg a patkányt. És az jó, ha elmegyek hozzád egy kígyóér, és azt berakom a fürdőszobába? Hát, figyelj, az az igazság, hogy ezek a patkányok, mint mondtam, fertőzöttek. Tehát kifejezetten mi ülősök tenyésztett patkányokat veszünk, tehát az utcáról összefogni biztos, hogy nem fogdossuk össze, mert rengeteg betegséget, tényleg szó szerint rengeteg betegséget terjesztenek, nem beszélve azokról az élősködőkről, ugye, amiket hordozhatnak magukkal. Tehát ez még azért emberre is veszélyes lehet. Tehát, és hazahozok egy utcáról befogott patkányt, az mindenféleképpen veszélyes lehet. Tehát nem beszélve arról megharap, ugye, az eléggé kellemetlen, elég fájdalmas, meg tényleg szó szerint támadnak a patkányok, tehát ugranak az emberre. Persze, repülnek, Zoli, persze, repülnek. Nem repülnek, ugranak, persze, repülnek. Nem repülnek, nem a szilágyi a repülő patkányok, nem a hatalmas félelmes fogáig. Ez a szilágyi de mi tényleg ugrik a patkány egyébként? Ugrik, tényleg. Nekem egyszer véletlenül kiszabadult egy a lakásban, mikor etettem az állatokat, és megpróbáltam megfogni, és szó szerint rámugrott a patkány, és próbált volna harapni. Biztos hát, nem voltál az nagyon részek, hogy a repülő nem patkány, aki megtámadott. Nem a Szilágyi volt? A Szilágyi küldte a patkányt. Mi van a Szilágyival most? Mit csinál éppen? Megvan, patkány keres valahol. Szegeden ment. És ezeket a kis állatkákat csak úgy oda dobod a kígyónak élve, és végignézed, jó, hogy felzabálják őket? Jó, állatok, tehát ezek azért ragadozók, hát ez sok helyen elmagyarázott, ezek ragadozók, ezeket nem etetetem fejes salátával, vagy karalábéval, tehát ezek a természetben is ugye kis rágcsálókkal táplálkoznak, és hát igen, tehát ugye mi a ragadozókról beszélünk, patkányokkal, nyuszikkal táplálkoznak ezek az állatok, aztán hát nem élve, legtöbbször tenyésztőtől már úgy kapom, hogy ezek az állatok már fagyasztott állapotban vannak. Fagyasztott patkány van, ilyen, ez így fel lehet vásárolni, meg lehet venni, tényleg? Fagyi patkánynak hívják, igen, így tenyésztői berkeken belül fagyi patkánynak hívják. Figyelj, nagy tételben ugye az ember, mikor több állattal foglalkozik, nagy tételben veszi, tehát nem egy-két patkányt vesz, mondjuk egy 3-4 méteres kígyó, ha patkánya letetjük, akkor az megeszik belőle 20-25 darabot is. Az mondjuk nem kevés. Az mondjuk nem kevés. Azért nem szerencsés, hogy te ütött be mellé nyúlni.
Éjszaka. Aranyó, nem voltál itt, hogy egy jó rántotust összeütöttem neked, így mondja az anyuka. Igen, csináltam egy spenótot mellé, ott van a tűzhelyen, és szeme van a rá. Fura volt a csirkefarád, szerintem ízre nem rossz. Mondjuk azért én örülnék neki, ha OVC dugrándoznának ki ezek a tenyésztett patkányok nálam, és nem kéne elvásárolgatni őket. Hát de látod, hát egy mész üldözöd őket. Igen, más meg felhajtja a budiát, és ott van a patkány. Tehát nem vagy szerencsés. Tényleg úsztak vízben, vagy tényleg jó képességük van? Igen. Tény is való, hogy jó úszók, de azt, hogy felmásznának a második emeletre, tehát ott azért gondolom a csőrendszer azért használva van, tehát azért az folyik lefele víz, meg egyéb szépségek is, úgyhogy én nem nagyon hiszem azt, hogy egy patkány szépen fölmászik, és kibújik egy budiba, tehát ezért 4 óra 20 perc biztos, hogy kell egy második emeletre fölmászni egy patkány, és addig mondjuk víz alatt kibírni. Tehát azért folynak vizek ott a csatornákba. Ha csalit akarunk kitenni a patkánynak, akkor mire megy a legjobban? Mindenre igazán, mindenféle dologra. Tehát a patkány állandóan rág, ugyanúgy, tehát a rágcsálók, a legelek is állandóan rágnak, megrágják a szekrényt, a kábeleket megrágnak mindent. Tehát az éléskamrába bemennek, a kamrába szépen megeszik az almát, megeszik a kenyeret, mindent megrágnak a patkányok. Kibontják a befőttet. Persze, megsütik a mirelitet. Így van, leeresztik a hűtőt. Mi volt az utolsó riasztásod? Most mire mentél? Volt valami akció hétvégén? Hétvégén nem volt semmi. Nyugi volt? Egy kígyós, egy sikló, semmi? Hideg van ilyenkor is, amit megszöknek, azok sajnos el is pusztulnak a trópusátok, az európai hüllők megtelelnek. Hát majd ilyen május fele kezdődik, mikor felmelegszik az idő, akkor kezdenek el előjönni ezek az állatok, vagy megszökni, és akkor azok életben is maradnak, akkor biztos, hogy a rendőrség. Se egy eltévedt aligátor teknős, és semmi, tényleg nyugi volt egész hétvégén? Persze. Persze, előadásokat a iskolákban voltam, mostanában iskolákban járunk gyerekekhez. Meg igen. Ilyenkor gondozod őket, hogy aztán tavasszal szabadult időket bocsátani, meg hogy elmennek veled a lapok. Olyan vagy, mint a dél-afrikai önkéntes tűzoltók, akik nekünk elmondták, hogy ugye az önkéntes tűzoltók munkája abból áll, hogy néha felgyújtják az erdőt, hogy utána kihívják őket. Igen. És mindenki, a hatóság tudja, hogy a dél-afrikai önkéntes tűzoltók egyben a gyújtogatók is egyébként, hogy legyen meló, mert éhen halnának szegények, és 10 óránként, 20 óránként, 3 naponta felgyújtják az erdőt. Tehát ugyanilyen vagy, téged lehet látni a Rákospatak partján, hogy fuss, kis tekrős, fuss! Szalaj! Nem sokára úgyis meg. Igen, fél nap múlva találkozunk. Igen, kapnak pénzt a tűzoltásért utána, és ha nagyon nem lesz tűz, akkor ők felgyújtják az erdőt. A hatóság pedig nem nagyon tud mit csinálni, szól nekik újra, hogy jöjjenek oltani. Az igen. És nagyon gyorsan kint vannak. Ki az első, tehát ki az, aki először kint van? Nem, nagyon gyorsan kint van, aki szerse menne. De várjatok, hát ott megtalálják a tűzet, az egyértelmű, ott a tűz, azt felgyújtják. Én azért mondjuk egy patakban megtalál egy teknőst, azon, amikor 2-3 hónapig kergetjük. Hát az alibi, hogy... Kergetem, mert a Szilágyi pisil, tehát... Ja, igen. Kergetem. De fura módon valahogy mégis mindig te találod meg. Tehát nem egy ártatlan gyalogos, nem egy játszótéren játszó anyuka, hanem valahogy mindig ott vagy, azért ez egy nagyon jó dolog. Azért, mert engem hívnak. Hát mikor járok előtt találtam meg. Csak meg volt jelölve, és tudtad, hogy a tiéd. Ott volt a teknős páncélján a telefonszámom. Bejött a számom, és igen. Na jól van, hát ha bármi van, mi úgyis téged hívunk. Mi van a rekordkísérletekkel? Lesz valami idén? Nagyon csönd van. Hát nem, mert most egy kicsit egészségügyileg nem vagyok teljesen jól. Hát valamit szeretnék csinálni, biztos le kéne fogynom egy 30 kilót ahhoz, hogy valamit tudjak csinálni egészségügyileg. A szívem nem viselkedik most jól. Feltettem 30 kilót, és most tehát a tüdőm is, meg a szívem is. Leszoktam a cigarettáról, úgyhogy ez... Most már jó úton vagyok az egészséges életmód fele. Hát a tüneteid alapján azért még hosszú az út, de hajrá, a ciki letevés az mindenképpen pozitívum, csak akkor mozogsz valamit, vagy csinálsz valamit? Igen, amíg megtöbbi a hasis pipát. Felgyaloglok az első emeletre, meg legyaloglok. Kemény. Jó, hát mondjuk keresed az aligátor teknősöket. És után ugrálok. Hanem láthatok a híradó, még a hajam is összekótolódott, akkor átugrottam. És a Szilágyról ez nem mutató-e? Hát jó, alibizik, tudod, jó alibizik. Aranyos, én szeretem, imádom. Jó van. Zoli, vigyázz magadra, hívunk, ha van valami. Okay, jó? Köszönjük szépen, hello. Bon Zoli, ciao, hello, köszi, hello. Én úgy kedvelem, hogy őt annyira szimpatikus. Most én rákerestem arra, hogy Bot Zoltán vadállat befogó telefonszám. Mert hogy mondjuk, ha nekem nincs meg, sehol nincs az internet. Hogy hívott föl? Azt hiszem, hogy fel kell vetíteni az égre egy emlék. Miért akkor teszed, amikor letesszük? Teknős. Hát itt volt 20 percig a vonalban. Miért nem kérdezed meg? Most néztem meg a érzéket, a keresési eredményeket, és nincs ilyen. Hát a Facebook oldán csak fönn van a nincs. Telefonszáma, nem? Nincs. Hogy értesítem én a vadállat befogót? Fővisz engem, nekem megvan. Akkor jó. Hívja mindenki, Balázs, a baj van. Látjátok, az aligátor technős, csörögetek rám, nekem megvan az Oli telefonszáma.
Na jól van, 9:30 van pontosan, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Jó, hívjuk a naphallgatóját is. Egy pici szünet, és jövünk vissza mindjárt. 3:10 lesz, pontosan 8 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és lassan jönnek a nap legjobb pillanatai. Örültek? Igen, Hízzal. Nagyon. Balázs, Janival és Ferivel pontosabban. Sziasztok. Fencó vagyok, barátság, szerelem forró, leveszem. Sziasztok. Feri vagyok, nálunk a páros kolbász. Nagyon finom. És nagy. Elszózták mártogatókkal város minden kedves. Nálunk nem csak a csütörtök torkos. Hétfőtől vasárnap. Még egy üveg burgundit a kedves vendégnek. Burgundi. Aki meg azért nem nekél így. Figyelj, hát ez vevőbarát. Vevőbarát spot volt. Felbuktad ezt a spotot, felbuktad. Egy jó irányt adtál a vendéglátásnak. Viktor túl instruált, azt hiszem. Nincs ezzel baj. Még egy tál Balázs fülét esetleg sodót. A sodó az nálunk nagyon megy. Gyerekek, na mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Kora reggel egy komolyabb témánk volt, ugye hétvégén hozták a bulvárlapok, hogy egy hétvégi szórakozás után elkábították Danics Dórát, valószínűleg drogot kevertek az italába, legalábbis ő ezt állítja. Az X-Faktor 4. szériájának győztese a Facebook oldalán osztotta meg rajongóival ezt a történetet, ami ugye nem csak tanulságos nyilván, hanem elrettentő is. Három ártatlanak tűnő lányjal találkoztak ők egyébként, és úgy néz ki, hogy ezek a lányok drogot kevertek az italába. Nagyon sok SMS-t olvastunk a témával kapcsolatban, mert hogy sok hallgatónkkal hasonló történt, és természetesen felhívtuk Dórát, aki elmondta, hogy mire figyeljen az ember, a szórakozni megy vele, mi történt, és tanulságos lehet ez a történet szülőknek, gyerekeknek, fiataloknak, hogy tényleg mennyire kell figyelni. És nem csak lányoknak, fiúknak is, mert hogy az SMS-ekből kiderült, hogy igenis férfiakra is lecsapnak azok, akik mondjuk szeretnék őket kirabolni, és nem csak ártatlan fiatal lányok vannak veszélyben. És ugye Dóra se diszkóban volt, tehát hogy nem egy ilyen klasszik szórakozó helyen, hanem egy pubban. Így van, és most ugye félre kell tenni azon előítéleteket, amivel ugye találkoztunk hallgatóink által, akik azt mondták, hogy persze a közszereplő egy kicsit túl sokat iszik, akkor nyilván nem akar, hogy ez hétfő megjelenjen róla, inkább ő leközli, hogy bedrogozták. Itt egy fél pohár koktélról volt szó, Dóra azonnal rosszul lett, bement a mosdóba, haza kellett vinni, tehát nem arról volt szó, hogy próbálja menteni, ami menthető. És találtunk az interneten egy érdekes mesét, a Herceg és a Kincs címmel magyarul is megjelent egy homoszexualitás népszerűsítő tündér mese, amikor is két herceg megy kiszabadítani a királylányt, ám de útközben aztán rájönnek. Aztán hagyják a csodába. Aztán hagyják a csodába a királylányt, mert rájönnek, hogy ők egymást szeretik, és a mese a két meleg herceg házasság kötésével végződik. Arról beszélgettünk, hogy jó-e az, ha az ember ilyet olvas a gyereknek, kell-e egyáltalán, hát érdekes reakciókat kaptunk, nyilván nagyon sok hallgatók még mindig, egyébként egészen megdöbbentő módon homofób, és azt mondták, hogy kikérik maguknak, és le az ilyen mesékkel, mi ezt nem így gondoltuk. Felhívtuk Vekerdi professzort, és megkérdeztük tőle, mint szakembertől, hogy mit gondol arról, kell-e ilyet 5-6 évesen a gyereknek olvasni. Ha valaki szeretné, hogy a gyermeke nyitottabb legyen, vagy ráérez később, Feri azt mondta, hogy ő olvas ilyet, én azt mondtam, hogy olvassál, Feri. Én nem mondtam, hogy olvasok, azt mondtam, lehet, hogy olvasnám nekik, ha meg lenne a könyv, ha valaki tud küldeni belőle példányt, szívesen várjuk. Én azt mondtam, hogy fontos az elfogadás, de talán később is ráérünk ezzel szembesíteni a gyereket. Érdekes véleményeket kaptunk SMS-ben, megkardattuk Vekerdi Tamás gyermek pszichológus, hogy mit mond erről az esetről, erről a könyvről, úgyhogy ezeket a pillanatokat, amikről beszéltünk, most újra megmutatjuk. 3:10 múlt, pontosan 4 perc. Gyerekek, ez jó sűrű volt, szerettem, jó amikor volt. Ilyen sűrű az adás, komoly, Dóra, a Doki, Vekerdi, tudomány, kultúra, móka, Minden volt benne. Patkány, komolyság, igen. Figyeljetek. És a doktor Vekerd is nagyon okos dolgokat mondott egyébként. Tehát nekem például ez a... Picit ez ezért a, hívtuk. Ez a... Hát, igen. Én azt hittem, hogy csak véletlenül trafáltunk bele. Nem képzel, picit ez volt a célunk, hogy jó dolgokat mondjon, de igen. Jó, ez a nénik szeretik egymást, ez már nálam volt ilyen, hogy bejött akkor, mikor nem számítottam rá a szobába a virág, gyorsan letettem a laptopnak a tetejét, és a nénik szereti egymást. Na, megy a dolgonok, készen már állni fel a dolgot. Csod, apa is szereti. Igen, én értem, hogy szeretik egymást, de apa, ezek nem nénik. Tényleg az anyu, jó isteni! Na, már megint hol tévedtem? Apa, ezek korombeliek. Menj innen! Menj tanulni! Csabi, jó reggel! Jó reggel! Korombeliek, hülye vagy!
Most kapcsolok. Ugye? Csabikám, jó reggelt. A szomszédom a Levi szokta ezt mondani, amikor a 14 éves gyermekei kérdeznek valamit, akkor a következőt mondja. Menj anyádhoz. Na az milyen rossz. Na az milyen rossz. Amikor a gyerek leveszi, hogy apa zavarban ma nem válaszol, terel, azt a gyerek annyira leveszi, az a legrosszabb szülői magatartás onnan a szomszédnak. Aha. De tényleg? Hát, igen, sokat hallott, bármilyen kárt okoztunk bárkinek, betörtünk egy ablakot, még apámnak mondtam, hogy a baba, az van, hogy sikerült becsúszliznunk. Menj anyádhoz, majd ő kifizet. Én nem. Jó volt a hétvégét, Csabi? Hát egy kicsit együtt éreztem Dórával, az, az igazság. Nem voltam semmi. Nem dzsináztam. Viszont megkezdtük a szezont Torma barátomnál. Tűzrakásos kis iszogatós. Ja, tehát ideg volt este, és rá kellett inni. Igen, igen. De most nem az arcod égett meg, mert azt látnám. Nem. De most felébb kellünk bele a tűzbe. Gyertek gyorsan, Csabi, megy, háttal fekszik a parázsba. Körbeálltak a tüzet, és aztán nehéz volt utána bármiféle mozgást bemutatni. Hát nem tudom, biztos belekevert valamit a Petyka barátomhoz. Romeo, ezt ne csináld a papa után. Egyszer szerettem volna valamit mondani a Romeónak, aki visszakérdezett, és mondom, inkább akkor hagyjuk, majd holnap talán majd beszélgetünk. De ez ilyen déli tűzgyújtás, vagy esti? Esti. Tudatos? Remélem már eloltott. De kisebb költségvetésből, mint amiben Filip szokott. Én nem tudom, hogy mennyiben szokott. Körbeültétek ezt a tüzet is? Nem, csak álltunk. Székeket nem. Rádobtuk a tűzre, tudod. Hogy de mi van, ilyen jó idő van esetben. Nálunk is van egy ilyen kis tűzgyújtóhely kitakerben, de még le van takarva, téliesítve van. Ti már úgy megkezdtetek a bográs szezon? Persze. Hát ilyenkor mindig az van, hogy nem azért jövünk össze, hogy ígyunk, de valahogy mindig előkerülnek a sörök, pálinkák. Valamelyik gyermeknek van ilyenkor mindig születésnapja, most éppen a Somának volt, és hát mi szülők ezt nagyon megünnepeltük. De jó. Gyerekek benn játszottak, mert ő addigra már hideg volt, hát napközben kicsit kint fociztak, de hát ahogy leszállt az este a szülők. Apa, menjünk már, nagyon unatkozom. Ne, ők bementek, ott benn játszottak, mi meg ott körbeálltuk a tüzet, és beszélgettünk, és örültünk egymásnak. De ez jó, ez jó, ez jó. Tényleg jó. Hívjuk a nap hallgatóját. Hát ennyire emlékszem a hétvégéből. Hát ott mindig van valami kerti parti, nagyon komoly társaság életet éltek, nagyon durván nyomod. Sok a gyerek, tudod, mindig van mit elepenni. Az a jó. De a gyerekek mindig benn vannak tényleg kint. Az a jó. Addig jó nekik. Ha ezt nem látják. Nyomd a bugi. Táncolj fel. Tánc. Ez az. Nyomj a gyani. Egy forró leveszt. Tenni lágyabb zenékre táncoló, tudod? Jó gyerekek, hát akkor a hétfőt nem indítjuk úgy, hogy fölveszi még egy utolsó. Jó. Csabikám, remek zenék, így hétfőn mi lesz? Olyat hozok, amit már szerettek, ismertek, de kapcsolódik hozzá egy nagyon érdekes történet. Ugye a sikeres dalokhoz, meg a klippekhez talán a Happy volt az utóbbi években az, amit így feldolgoznak. És a világon mindenhol megcsinálták a klipjét. A Happy-nek a klipjére emlékeztek, mindenki táncolta. Hogyne. Most van ez az Uptown Funk. Az viszont egy jó dal. És képzeljétek el, hogy ilyen 65 és 90 év közötti amerikai idősebb urak és hölgyek megcsinálták a klippet újra. Tehát ugyanazt eljátszották, amit a Mark Ronson meg a Bruno Mars, de azzal az érdekességgel, hogy a dalt is újra játszották. Tehát nem csak a klippet játsszák el, hanem ők éneklik és ők zenélnek. Zseniális. Fenn van a különböző megosztókon, úgyhogy ajánlom neked. De nem ezt hallgatjuk, hanem nem, mi az eredetét fogjuk meghallgatni, csak ez akkora történet, hogy mindenkit megfog ez a dal, hogy a fiataloktól az idősebbekig, és nagyon jól megcsinálták. Persze rózsaszín felsőbe, kalapokba, hajcsavarokkal, minden, és nagyon vicces, hogy itt a 90 évesek ropják. Jó van. Ezt teszi a funky. Csabikán meghallgatjuk, jó? 555-55-00. Csabi telefonszáma változatlan, ha valaki szeretne dalt kérni, tegye meg. Elmondtuk mindent? El. Igen. Szerintem igen. Holnap 6-kor jövünk. Szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.